A Brachiosaurus kb. 26 méter hosszú és 30-80 tonna súlyú állat volt. Ám van egy kis gond. Az orjukaik akkorák voltak, mint manapság egy lónak. Vajon megfulladtak, vagy netán más volt a légkör 6000 évvel ezelőtt? Hallani fogunk arról, hogy a teremtéskori környezet teljesen más volt, mint napjainkban. Az emberek több mint 900 évig is élhettek. Hatalmas növények nőttek akkoriban, s a körülmények tökéletesen megfeleltek a dinoszauruszok életkörülményeinek. Hello, Ken Hovind vagyok. 15 évig természettudomány tanítottam középiskolában. 16 éve pedig evangélistaként előadásokat tartok a teremtésről, az evolúcióról és a dinoszauruszokról. Most az édenkertjéről lesz szó, arról, hogy miért éltek az emberek 900 évig az özönvíz előtt. Hogy milyen is volt az eredeti teremtett világ, amiről Isten megígérte, hogy eredeti állapotába fogja visszaállítani. Erre nyugodtan fogadhatsz. Nos... Ez nem a feleségem, csak egy kép róla. A floridai penszakólában élünk, amit órákon belül elér egy trópusi vihar. Már átéltünk ott néhány hurikánt, nem csinálok belőle nagy ügyet. Három gyermekünk van, itt láthatók. Már minnyáján megházasodtak. A kutyánk pedig elpusztult. Tehát egyedül maradtunk otthon. Eddig négy unokánk született. A gyermekeink és unokáink körülöttünk élnek, nap mint nap találkozunk, és mindannyian az urat szolgálják. Ez csodálatos dolog. A Bibliában az áll a Koloszi egyben, hogy Jézusban lett teremtve minden. Minden ő általas, ő érte teremtetett. Jézus teremtett mindent. És ő azt mondta a Máté 19.4-ben, nem hallottátok, hogy a teremtő kezdettől fogva férfivá és nővé teremtette őket? ez valóban a kezdet volt? Jézus szerint igen. A Bibliában az áll, hogy a teremtés kezdete óta az embert férfivá és nővé teremtette az Isten. Nos, a Biblia azt tanítja, hogy egy ember által jött a világba a bűn, és a halál a bűn által. Ember által jött a halál. Az evolúció szerint a halál hozta az embert a világba, a Biblia szerint az ember hozta a halált a világba. A Biblia azt mondja, hogy Ádám volt az első ember, aki 130 éves volt, amikor Sét megszületett, Sét pedig 105 éves, amikor Énosz megszületett. Erről már beszéltünk az előző alkalommal. Ha Bibliában összeadod az időpontokat, akkor eljutsz 6000 évig, azaz Krisztus előtt 4000-ben volt a teremtés. Ezt a dátumot adja ki a Biblia. Több dologról lesz szó. Például, hogy milyen is volt a Föld az özönvíz előtt. Lehetséges az, hogy egy ember több mint 900 évig éljen? Jó sokat lehet tanulni 900 év alatt. Tudjátok azt, hogy Ádám a létező összes nyelvet beszélte a Földön? Mert csak egy volt. Ja, és a világon a legszebb lányt vette feleségül. Akkoriban teljesen más volt minden. A tankönyvekben az áll, hogy a dinoszauruszok több millió évvel ezelőtt éltek. Ez igaz? Ám ha a Föld 6000 éves, akkor nem lehet igaz. És ezen belül mikor élhettek volna? Vajon a dinoszauruszok több millió évvel ezelőtt, vagy mindig is együtt éltek az emberekkel, csak másképp hívták őket? Mondjuk sárkányoknak. Milyen volt az eredeti teremtett világ? Mit tettek az emberek az özönvíz előtt? Milyen lesz majd a Krisztus ezer éves országlása alatt, amiről az Úr megígérte, hogy olyan lesz, mint az eredeti állapot? Honnan lett az özönvíz hatalmas víztömege, és hova tűnt? És valóban léteztek több mint három méter magas óriások a Földön? Jó, csak türelem. Megpróbálok annyi témáról beszélni, amiről csak lehet. Akkor nézzük. A 2. Péter 3.3-ban az áll. Tudjuk, hogy az utolsó időkben csúfolódók jönnek. Tudtátok, hogy vannak olyanok, akik kigúnyolják a Bibliát? Én úgy vonzom őket, mint egy villámhárító. Gyűlölnek engem. És bár megpróbálok rendes lenni velük, ők nem nagyon értékelik, hogy milyen csodálatos ember vagyok. A Biblia szerint a gúnyolódók a saját kívánságaik szerint járnak. Tudjátok, hogy az emberek miért gúnyolják ki a Bibliát? Nem azért, mintha nem hinnék, hogy tudományos, hanem a kívánságaik miatt. Nem akarják, hogy Isten irányítsa az életüket. Minden esetben ez az indíték. A csúfolódók ezt mondják. Hol van az ő eljövetelének ígérete? Mert mióta az atyák elhunytak, minden úgy maradt, mint a teremtés kezdetétől van. Ez egy fontos mondat, a negyedik videóban beszélünk majd róla bővebben. Tehát a gúnyolódók szerint minden úgy történik ma is, ahogyan az eddig is történt. Ez materializmus. Erről is majd a negyedik részben lesz szó. A Biblia szerint a csúfolódók szándékosan tudatlanok. Szándékosan. A görögben ez így hangzik: szándékosan buták két dologról nem akarnak tudni. Az első, hogy az Isten szava által az egek régóta voltak. Figyeljétek meg, hogy az ég többes számban van. Egek. Több, mint egy ég van. Tehát a csúfolódók szándékosan nem tudják, hogy Isten szavával teremtette az egeket és a földet, amely a vízből és víz által jött létre. Ez furcsán hangzik. Hogyan lehet a föld a vízben és vízből? Az állít, hogy Isten a szavával teremtette a Földet. Tudjátok, hogy a kis ujját sem emelte fel teremtéskor? Nem használt sem csavart, sem szöget, csak szót. És a molekulák felsorakoztak. Hihetetlen, nem? Amikor ő szól, a hullámok elcsitulnak, a halottak újraélnek, amikor szól, létrejön a világegyetem. Minden szót fogad Isten szavának, csak mi nem ám egy napon ezt is helyre teszi, mert minden térd meg fog hajolni, és minden nyelv megvallja, hogy Jézus Krisztus az Úr, és ő hamarosan el fog jönni. Ám a gúnyolódók szándékosan nem vesznek tudomást arról, hogy Isten a szavával teremtette a Földet, és arról sem, hogy a Föld a vízben és a vízből lett. Azaz nem ismerik, hogy milyen volt az eredeti teremtett világ. A másik dolog, amiről nem vesznek tudomást, az az özönvíz. A Bibliában az áll, hogy az akkori világ az özönvíztől elárasztva elpusztult. Teljesen. A harmadik dolog, amiről nem vesznek tudomást, az az elkövetkezendő ítélet. A következő verszakban ez áll. A mostani egek és a föld pedig ugyanezen szó által megkímélve megmaradtak, hogy tűznek tartassanak fenn az ítéletnek. Tehát a csúfolódók nem akarják elismerni, hogy Isten alkotta a világot, mert akkor az azt jelenti, hogy az az ő tulajdona. Nem fogadják el, hogy volt özönvíz, mert akkor Istennek joga van ítélni saját teremtése fölött. És persze, hogy nem akarják elfogadni az elkövetkezendő ítéletet. Tetszik ez az autómatrica. Jézus hamar eljön, és ne tud meg, milyen mérges. De ez az igazság. Sajnálatos módon sok keresztény nem tudja, hogy milyen volt az eredeti teremtés, és hogy mit tett vele az özönvíz. Ezért képesek kiegyezni az Isten igéinek tiszta tanításaitól eltérő elméletekkel. Mózes első könyvének első fejezete. Kezdetben teremtette Isten a mennyet és a földet. Itt a menny egyes számban, később pedig mennyek, azaz többes számban van. Amikor először teremtette, akkor egy volt. Később osztotta fel három részre. Első, második és harmadik lény. Nézzük az ötödik verszakot. Lett este és lett reggel az első nap. Figyeljétek meg az az szót, ami a határozott névelő. Az első nap. Ez a King James fordítású biblia, amit jó magam is használok, és minden angolul beszélő embernek ajánlok vannak más fordítású bibliáim is, ám némelyikben nagyon komoly változtatás van az eredetihez képest. Sokból tucatnyi helyen kihagyták a vérszót. Több fordításból egész verszakok maradtak ki, van olyan, amelyikből 200 vers hiányzik. A Revised Standard fordítású bibliámat abban a liberális metodista egyházban kaptam, ahol felnőttem. Nem minden metodista egyház liberális, de az enyém igen csak az volt. A templomunkban két pulpitus állt. Az egyik pulpitusnál felolvasták az igét, aztán a prédikátor átment a másik pulpitushoz, és onnan prédikált. Beletelt egy kis időbe, mire rájöttem, hogy miért csinálják így. Azért, mert amit itt olvas, az nagyon messze van attól, amit Amot prédikál. Ketté kellett választani. Mivel rendszeresen jártam, negyedik osztályos koromban megjutalmaztak a Biblia Revised Standard elfordításával. Szóval elővettem a Biblia gyűjteményemet, és megnéztem, hogyan írják le a teremtést. A Revised verzióban az áll, hogy volt este, volt reggel egy nap. Várjunk csak, mi lett az első nappal? Hány legelső nap van a történelemben? Egy. Hány egy nap van a történelemben? Az összes. Bármelyik, nem? Miért írták egy napnak, később pedig egy második napot említ a második nap helyett? Miért? Mert aki fordította, nem hitt a szó szerinti hatnapos teremtésben, és majdnem az összes fordításban az első nap helyett egy nap áll. Nézzétek meg magatok! Ezek a fordítók az úgynevezett rés elmélet hívei. Hányan hallottatok már róla? 1814-ben egy skót prédikátor Thomas Chomers találta ki. Állítása szerint az első és a második verszak közt rés van, és köztük több millió év telt el. Az 1800-as évekig ez senkinek sem jutott az eszébe, ám utána a népszerű lett az a tanítás, hogy a Föld több millió éves. 1795-ben egy könyv azt írta, hogy a Föld több millió éves. Ezt néhány keresztény elhitte, és ezt akarták kiolvasni a Bibliából is. Így gyűrűztek be a kompromisszumot létrehozó elméletek, réselmélet, dátumelmélet, progresszív teremtés. Az 1814-ben keletkezett rés elmélet szerint lehet, hogy több millió év telt el az első két verszak között. Nekem is ezt tanították a teológián. A Scofield referencia biblia is ezt tanítja. Azt állítják, hogy a biblia első két verszaka közé tehető az összes geológiai korszak. Szerintük Lucifer Ádám előtt lázadt fel és lett elítélve. Egy pillanat. Élt közülünk valaki Ádám előtt? Volt Ádám előtt lázadás? Pontosan mikor ítélték el és vetették ki a mennyből Lucifer? Nem? Nézzük, mit mond a Szentírás. Az első Mózes 1-2-ben az áll, hogy a föld kietlen és puszta volt. A Héberben ez tohu va bohu, azaz alaktalan és üres. A kietlen eredeti jelentése, hogy alaktalan, a puszta jelentése pedig, hogy üres. Nem azt jelenti, hogy elpusztult, csak azt, hogy még nincs készen. Ennyi. Az asztalokon található egy jó könyv a rés Elméletről, kietlen és puszta címmel. Ha rövidebbet szeretnél, akkor ajánlom a sajátomat a rés elmélet címmel. Számomra a kereszténység történetében ez az egyik legveszélyesebb eretnekség. A réselmélet. Ez a ház például kietlen és puszta senki nem lakik benne, de nincs elpusztítva. A kietlen és puszta nem ugyanaz, mint az elpusztult. Jeremiásban van egy hely, ahol ugyanezek a szavak fordulnak elő. Kietlen és puszta. Ebben az esetben egy elpusztított városról van szó. Nézzetek, a hegyekre ímé reszketnek, és a halmok ingadoznak. Egy ember sincsen, a madarak elmenekültek. Ennek semmi köze a teremtéshez. A madarak csak az ötödik napon lettek teremtve. Ez a rész egy ítélet alá került városról szól, és köze sincs a teremtéshez. Ez a ház is kietlen és puszta, nem? A kettő múzes 20-ban az áll, hogy hat nap alatt teremtette az Úr az eget és a földet, a tengert és mindent, ami azokban van. Vajon mit értett ez alatt? Ez része a tíz parancsolatnak, amit az újjával a kövekbe vésett. Nem remegett az újja. Úgy tűnik, azt akarja mondani, hogy az egészet hat nap alatt alkotta meg. Vajon ebben benne van a Lucifer is? Az angyalok is? Minden. Minden, ami a mennyen és a földön van. Nem az a kérdés, hogy mit mond, hanem, hogy elhiszed -e, amit mond. Tehát, ha valaki azt állítja, hogy Lucifer a teremtés előtt esett le a mennyből, akkor az ennek az igének mond ellent. Az ige így folytatódik. A hetedik napon pedig megnyugodott. Amennyiben rés van az első és második versszakok között, akkor ez nem a hetedik nap ám a Szentírás végig a hetedik napról beszél. A második Mózes 31-ben az áll, hogy hat napon teremtette az Úr a mennyet és a földet, a hetedik napon pedig megnyugodott és megpihent. A hetedik napon. Végig így emlegeti a Biblia. Zsidókhoz írt levél 4-4. A hetedik napon. A Róma 5.12-ben az áll, hogy egy ember által jött a bűn a világba, és a bűn által a halál. A halál Ádámtól Mózesig uralkodott ember által lett a halál. Egyértelmű a Biblia. Ám ha a réselmélet igaz, és volt egy Ádám előtti civilizáció, amelyik elpusztult, amikor Lucifer levettetett a mennyből, akkor a halál a bűn előtt van. Ez nyilvánvaló eretnekség. A Biblia azt mondja, hogy a halál ellenség. Néhány ember szerint a növények élnek, hisz Ádám megette az almát és meghalt. Itt valóban kérdés, hogy élnek-e a növények. Nincs vérük, nem lélegeznek, bibliai értelemben tehát nem élnek. A hetedik videóban majd részletezzük. Isten azt mondta Ádámnak, hogy töltsék be a földet. A réselmélet hívei az angol riplenis szóra hivatkoznak, amelyik azt jelenti, hogy újra betölt. Ha kikeresitek a szó jelentését a szótárból, ott az áll is újra betölt. Ám nézzük meg, hogy ez a szó mit jelentett 1611-ben, amikor lefordították. A King James fordítók elérkeztek a malai szóhoz, amelynek jelentése betölt. És azzal a szóval fordították, hogy is, ami akkor 1611 1611-ben csupán azt jelentette, hogy betölt. 1650-ben egy Baker nevű szerző az újra betölt értelemmel bővítette a szó jelentését. 1650-ig nem jelentette azt, hogy újra benépesít. Egy 1821-es kiadású szótár azt mondja, hogy a szó elsődleges jelentése betölt, a másodlagos pedig, hogy újra betölt. Visszanyeri eredeti teljességét írja Francis Baker. Itt van egy 1891-es szótár. Az elsődleges jelentés betölt, a másodlagos visszanyeri előző teljességét. 1892-ben a szótár felcserélte a meghatározásokat. 1891-ben az első jelentés betölt, 1892-ben az első jelentés már az újra betölt. A betölt szó a másodlagos jelentésé vált. Mi történhetett? A modern szótárok ismét felcserélték. Egy 1989-es kiadás csak egy jelentését közli, azaz, hogy újra betölt. Nem is említi azt, ami előzőleg az első jelentése volt a szónak. Itt van a 21. századi szótár. Újra betölt. Tudjátok, az angol szavak állandóan megváltoztatják a jelentésüket. Amikor én gyerek voltam, a cool nem azt jelentette, hogy király, hanem hogy hűvös. A gay pedig nem azt, hogy buzi, hanem azt, hogy vidám, fényes. Hogyan értelmeznétek ezeket a sorokat? Jakab 2.3. Arra figyeltek, akin a fényes gay ruha van. Egyetértetünk abban, hogy akkor a gay szó nem azt jelentette, mint ma. És ma valószínűleg nem mondanád, hogy ó, milyen gay ruha van rajtad. Nem túl célszerű, ha meg akarod tartani a fogaidat. Pál apostol mondja, el akartam menni hozzátok, de megakadályoztattam. Tudtátok, hogy a let szó, aminek a mai jelentése enged, azt jelentette régen, hogy akadályoz? A szavak értelme megváltozik. Isten megígérte, hogy megőrzi az ő igéjét, de azt nem, hogy a mi angol nyelvünket is. Az Ezékiel 28 beszéli el Lucifer levettetését a mennyből. Te, Lucifer, voltál a mintakép, tele bölcsességgel, tökéletesen szép, édenben voltál. Majd a rengeteg égkőről ír, melyek teremtésed napján elkészültek. Fethetetlen életű voltál teremtésed napjától fogva, míg álnokság nem lett található benned. Sok dolgot tudunk meg Luciferről. Először is, hogy teremtett lény. Kétszer is mondja, nem örökkévaló, mint az Isten. Másodszor megtudjuk, hogy Édenben volt. A harmadik, hogy egészen addig édenben volt, amíg bűnt nem követett el. Nos, az éden kertje csak a hatodik napon készült el. Tehát hamis azt állítani, hogy Lucifer a teremtés első és második napja között vettetett le a mennyből, mert az édenkertje még el sem készült. Lucifer jó fiú volt még az édenben valószínűleg elég hosszú ideig. Ezéki jel elmondja, hogy sátán büszke lett, felfúvalkodott és Istennek tartotta magát. Felfúvalkodott, mert bölcs volt, gazdag, szép és hatalma volt. Ezek a dolgok rontják meg ma is az embereket. Bölcsesség, gazdagság, szépség és hatalom. Felfúvalkodott szívében. A Jobb 38 elmondja, hogy mielőtt ez történt, ő egyike volt Isten fiainak. Amikor az ó Testamentum Isten fiairól beszél, mindig az angyalokat érti alatta. Hol voltál, amikor a Földnek alapot vetettem? Amikor együtt vigadoztak mind az Isten fiak, az angyalok? Nyilvánvalóan minden lény izgatott volt, amikor Isten alapot vetett a Földnek. Lucifer is köztük lehetett, és izgatottan nézte, hogy Isten mit fog cselekedni a Földön. De mikor is volt mindez? Az áll az igében, hogy amikor Isten alapot vetett a Földnek. Nem amikor teremtette, hanem amikor megvetette az alapjait. Hitem szerint ez a harmadik nap, amikor is a száraz Föld előtűnt. Először egy alaktalan víz tömeget teremtett, és azután hozta elő a szárazföldet. Ez azt jelenti, hogy az angyalokat valószínűleg az első vagy második napon teremtette. Ezt nem mondja konkrétan a Biblia, de bizonyára így volt, mert hat nap alatt teremtett meg mindent az Isten és Lucifert is úgy teremtette meg. A hatodik nap végén Isten látta, hogy amit teremtett, az mind nagyon jó. Nem lett volna nagyon jó akkor, ha az ördög már rossz fiúként jelen van. Minden nagyon jó volt. Vajon az alkotta és teremtette szavak közt van különbség? Nincs. Ezt mondta Isten, alkossunk embert a képmásunkra, tehát megteremtette az embert a maga képmására. A hetedik videón sok példát hozok erre. A fákat alkotta, a fákat teremtette, a rovarokat alkotta, a rovarokat, a rovarokat teremtette. A réselmélet ellenben azt tanítja, hogy az első föld elpusztult, és Istennek újra kellett teremtenie a földet. John Hegei egy nagyon szép ábrát mutatva azt prédikálja, hogy az első föld elpusztult, amikor a sátán levettetett a mennyből, hogy ez a második föld, és majd Isten valamikor egy harmadikat is fog teremteni. Ügyes prédikáció, de attól még nem biblikus. Mi még mindig az első földön vagyunk. A jelenések 21-ben az áll, hogy és láttam új eget és új földet, mert az első ég és az első föld elmúlt. Ez még mindig az első. Az özönvízkor egy kicsit átrendeződött, de még mindig csak az első föld. A zsidókhoz írt levélben elmondja, hogy az angyalokat az üdvösség örököseit szolgáló lelkeknek teremtette. Ha te keresztény vagy, vannak űrandgyalaid. Az enyém úgy hat havonta váltják egymást. Uram, tudnál valaki mást adni? Nézd, hogy vezet, kérlek, adj valaki mást. A következőket kell figyelembe vennünk. Egy. Minden hat nap alatt lett teremtve. Kettő. Sátán is teremtett lény. Sátán az édenben volt, amíg nem védkezett. Éden a hatodik napon lett teremtve. Isten azért teremtette az angyalokat, hogy minket szolgáljanak. Miért teremtette volna őket több millió évvel az ember előtt? Sátán örvendezett, amikor Isten lerakta a föld alapjait. Az pedig a harmadik napon történt. Minden nagyon jó volt a hatodik nap végén. Ádám 130 éves volt, amikor Sét született, és előtte születtek valamikor Káin és Ábel. Ezért, ha mindent figyelembe veszünk, akkor valószínű, hogy Sátán a teremtés után száz évvel vettetett le a mennyből. Nem történhetett ez a teremtés előtt, mert akkor ellent mondana a többi igének. A 2 Péter 1.20-ban az áll, hogy nem szabad a proféciákat önkényesen magyarázni. Igét, igével kell összevetni, csak így illenek össze. A rés elméletet egy skó teológus Thomas Chalmers találta ki. Nagyon sok igének ellentmond. A halált előrébb teszi, mint a bűnt. Sátán bukását a hetedik nap elé teszi. Sok kérdést fel lehet tenni a réselmélet híveinek, hogy elhiszik-e. Erről szól a kis könyv, amit a réselméletről írtam. A réselmélet mellett szóló érvek vagy rendkívül gyengék, vagy nem igazak, vagy pedig hozzátesznek Isten igéhez. Nem tudok olyan érvről a réselmélet mellett, amelyik a szentírás fényében megállná a helyét. Tehát kinyitottam a kollekciómból az élő biblia fordítást, ahol ez állt. Növesszen a föld mindenféle füvet, magvat hozó növényt és gyümölcsfát, és így történt a harmadik napon. Na, itt egy jó fordítás, gondoltam. Egészen addig, amíg el nem olvastam a lábjegyzetet. Ott az állt. Egy időszak. Hányan hallottátok már, hogy lehet, hogy a Teremtés könyvében említett napok nem napok, hanem hosszú időszakok. Hivatkoznak a 90. zsoltára, mert ezer esztendő előtted annyi, mint a tegnapi nap. Vagy 2. Péter 3 az úrnak egy nap annyi, mint ezer esztendő és ezer esztendő annyi, mint egy nap. Figyeljétek meg, hogy mindkét igerész ezer esztendőről szól, nem millióról. És egyiknek sincs köze a Teremtéshez. Csak arról szólnak, hogy az idő nem számít Istennek. Most nem 2005 van a mennyben nincs idő. Amikor valaki azt kérdi, hogy mit csinált Isten a teremtés előtt, akkor egyből tudni, hogy olyasmiről beszél, ami nem Isten. Mert a Biblia Istenét nem befolyásolja idő, tér és anyag. Mi vagyunk bezárva a tér, idő és anyag korlátai közé. Isten nincs. Amennyiben Istent korlátozza az idő, akkor ő nem Isten. Tehát a teremtés előtt nincsen idő. Isten teremtette az időt. Erről majd bővebben a hetedik videóban lesz szó. Egyszer majd ennek is vége lesz. A mennyben nincs idő. Tudjátok, énekeljük, hogy tízezer éve itt vagyunk. Nagyszerű ének, de nem igei. Nem lehetünk ott tízezer éve, mi ott egyszerűen csak leszünk. Nem lesz idő. Az első dolgunk a mennyben az lesz, hogy eldobjuk az óránkat. Nem lesz rá szükség. A zsebnaptártól is megszabadulunk, az sem kell már. Nem fogunk többet elkésni. Tehát a teremtés előtt nem volt idő, és a legvégén sem lesz már idő. Az angyal repült, és így szólt, nem lesz többé idő. Hm. Ami tulajdonképpen azt jelenti, hogy a régi időkben volt egy idő, mikor nem volt idő. Ezen majd egyszer alaposan gondolkodj el. Az 1903-as Ferrar fenton Bibliában ez áll. Időszakok során Isten megteremtette azt, amiből előállt a naprendszer, majd azt, amiből létrejött a Föld. Ez úgy hangzik, mint az 1 Mózes 1.1. Az ötödik vers. Ez volt az első korszak lezárása és hajna, majd. A második korszak lezárása és hajna. Keményen próbálja bizonygatni a Bibliából, hogy a Föld több millió éves, de nem is hangzik túl jól. Na most, ha megnézzük a 11. versszakot, Isten mondta, hogy növessen a Föld növényeket, füvet, amely magvakat hoz a harmadik napon. A negyedik napon megteremtette a napot. Ha a két nap között több millió év telt el, akkor elég nehéz lehetett a növényeknek kivárni a napot. Az ötödik napon teremtette a rovarokat, amelyek megporozzák a növényeket. Ha ezek az emberek azt tanítják, hogy ezek több millió éves időszakok, akkor igencsak bajban vannak, mert akkor a növények, nap és őket porzó rovarok és madarak nélkül kellett, hogy fennmaradjanak legalább egy millió éven át. Ez a csoda. A Héber nyelv egy professzora sem állítaná, hogy a teremtésben használt napszónak más jelentése is lenne, mint 24 óra. Lehet, hogy nem hiszik, de tudják, hogy mit tanít a könyv, és ez nem más, mint hogy a teremtés napjai rendes napok. Azt feltételezik, hogy a jam, ami a napszó héberül, esetleg más jelentéssel is bír, ám az 1800 helyen használt jam kivétel nélkül csak azt jelenti, hogy nap. A napszónak három jelentése van. 24 órás nap, Jézus mondta, hogy vajon nem 12 órája van-e a napnak, azaz egy része a napnak, és az Úr napja. Na most ez hosszú időszakot, vagy ugyanúgy csak 24 órás nap? Jelente. Úgy gondolom, ez is csak egy nap. És persze, amikor azt mondja, hogy lett este és reggel, az első nap, a második nap, semmi sem indokolja azt, hogy ezek mást jelentenének, mint 24 órás napokat. Ugyanúgy, mint ma. A Bibliában használt Jamszó egy ige versben sem jelent más, mint 24 órás napot. Olvasd el a rés elméletről szóló könyvet! James Hutton írt egy könyvet 1795-ben, és az emberek kezdték azt hinni, hogy a Föld több millió éves. Thomas Chalmer kitalálta a réselméletet, és megpróbálta azt ráhúzni a Bibliára de nem igei. Majd 1859-ben megjelent Darwin könyve, ám addigra a keresztények már elfogadták azt az elméletet, hogy a Föld több millió éves. Így nem is volt hatékony ellenállás, amikor az evolúció elmélete megjelent. A keresztények még csak nem is küzdöttek Darwin elmélete ellen, mert addigra már elfogadták, hogy a Föld több milliárd éves. Ezért mondom erről, hogy ez egy veszélyes eretnek. Ma a keresztény családból főiskolára kerülő gyermekek 75%-a megtagadja keresztény hitét, Főként a Föld idős korára vonatkozó tanítások miatt, amidől tegnap szó volt. Hogyan lehet bebizonyítani, hogy a Föld nem több milliárd éves? Hill Ross tanítása szerint a napok hosszú időszakokat jelentenek. Három órás nyilvános vitám volt vele a John Ekbert showban. Bárhol és bármikor szívesen vitatkozok vele, rendkívül okos ember. Nagyon őszinte szereti az urat, de nem igaz, amit hisz. Csak azért, mert valaki okos és szép, még nem jelenti azt, hogy igaza is van. Igét igével kell összevetni, az igét kell kutatni. A Teremtés könyvének első fejezetében az áll, hogy ezt mondta az Isten, legyen boltozat a vizek fölött, hogy elválassza egymástól a vizeket. Mi az a boltozat? Néhányok szerint a szárazföld, mert az választja szét a vizeket. Nem, nem az. Olvassátok el a 20. verszakot, ahol a madarak a föld felett és az égboltozaton repülnek. A madarak a boltozaton repülnek. Madarak nem a földben repülnek, a madarak a levegőben repülnek. Tehát az első menny az az, ahol a madarak repülnek. Maga a szentírás értelmezi így. A második menny az, ahol a nap, hold és a csillagok vannak. Isten mondta, legyenek világító testek az égbolton. Ez a második menny. A harmadik menny csak egyszer van említve a Bibliában, a második korintuszi levél 12. részében. Pál apostol elmeséli, hogy megkövezték és elragadtatott a harmadik mennybe. Tehát három mennyről tesz említést a Biblia. Első, ahol a madarak repülnek, második, ahol a csillagok vannak, a harmadik, ahol Isten él. Hamarosan elragadtatunk, halljuk majd a harsonákat, a Krisztusban elhunytak támadnak fel először, irányt veszünk a tejútrendszer felé, és megyünk a harmadik mennybe. A 19. zsoltár beszél a mennyekről többes számban. Az egek hirdetik Isten dicsőségét, míg az első Mózesben az ég egyes számban volt, később három részre bontja: első, második és harmadik menny. Az egek hirdetik Isten dicsőségét. Az első mennyről írja: Megalkotta Isten a boltozatot, és elválasztotta a boltozat alatti vizeket a boltozat felett lévő vizektől. Várjunk csak! Azt mondja, hogy voltak vizek a felett, a boltozat felett, ahol a madarak repültek? A 148. zsoltár azt mondja, hogy dicsérjék őt az egek, egei, még az ég felett lévő vizek is. Lehet, hogy víz van az űrön túl. A Biblia szerint az Úr sok vizeken ül. Lehet, hogy amit látunk, ez a hatalmas univerzum a több billió csillag körül van véve vízzel. Mondjuk ez az egyetlen igevers, ami ezt az elméletet alátámasztja, ám lehet, hogy mindaz, amit mi látunk, az csupán egy üveggolyó Isten öltöző asztalán, amit néha megráz, és a hópihék körbe körbe szállnak. Isten szól, na? Hogy vagytok oda? Lenn? Péter második levelében az áll, hogy föld vízből és víz által állt elő Isten szavára. Nyilvánvaló, hogy amikor Isten teremtette a Földet, víz vagy jégréteg volt az atmoszféra felett. Most nincs ott, mert az őzönvízkor leesett a földre. De Ézsajás azt mondja, hogy az Úr a föld pereme fölött tróló. Érdekes. Három ezer évvel ezelőtt a Biblia azt mondja, hogy a föld gömbölyű. A keresztények sose hitték, hogy lapos a föld. A pogányok igen. Így folytatja, az eget kifeszíti. A Bibliában 17 -szer szerepel, hogy kifeszíti az egeket. Lehet, hogy a csillagászatban azért van a vörös fényeltolódás. Az emberek ezt mondják, hogyan jut el a csillagoktól a fény idáig. Várj. Pont fordítva van. Isten először a Földet teremtette, és aztán a csillagokat. Szóval a kérdés igazából az, hogy hogyan jutottak a csillagok innen oda, nem pedig, hogy hogyan jut a fény onnan ide. De ő kifeszítette az egeket. Érdekes. Napjaink légkörének hat rétege van. Troposzféra, stratoszféra, mezoszféra, termoszféra, exoszféra és ionoszféra. De régebben volt egy hetedik réteg is. Egy víz vagy jégréteg helyezkedett el az atmoszféra felett. Most már nincs ott, csak mint elmélet beszélhetünk róla. Ez a mennyezet elmélet, miszerint az atmoszféra felett víz vagy jégréteg valószínűleg inkább jégréteg volt. Úgy gondolom, hogy úgy 25-50 cm vastagságú rend Kívül hideg jég, melyet a mágneses mező tartott fel. Biztosan tudjátok, hogy egyik mágnes képes egy másik mágnes felett lebegni. Tehát lehetséges, hogy volt egy jégréteg a Föld körül, amit a mágneses erő tartott Ez a jég valószínű, hogy kiszűrte az UV sugárzás egy részét és megnövelte a légnyomást. Ma a légréteg kb. 160 km vastag, valószínű, hogy akkor 15-30 km-rel zsugorodott, és megkétszerezte a légnyomást a Föld felszínén. Apropó, a legutóbb láttam, mint egy űrhajó nagy mennyiségű kibocsátott melléktermékéből jégfelhők keletkeztek, melyek a Föld északi és déli sarkára vándoroltak, és befették az északi sarkot 24 km magasan. Lehet, hogy ennek is a mágneses mező közben köze, itt van róla egy cikk. Josephus azt írja a könyvében, hogy a zsidók hite szerint Isten a Földet a második napon teremtette, és egy kristályboltozatot tett köré. Kristályboltozatot. Valószínűleg rendkívül hideg jeget. Nem csak a föld körül volt víz, hanem a föld kérgében is. A 24. Zsoltárban az áll, hogy az úré a föld. Ő vetette meg alapját a tengereken, és ő rögzítette a folyókon. Tudjátok, a mostani óceánokban lévő víz régen a föld kérgében volt. A 136. Zsoltár szerint a földet a víz fölé terítette. Nem úgy volt, mint most. Úgy gondolom, hogy az eredeti teremtéskor vízréteg volt legfelül, valószínűleg 25-50 cm vastag jégformájában, és aztán lélegezhető levegő, kb. 20 km vastagon, a kérgen kő és föld, ahogyan most is, ám a kéregben víz volt. Ez a víz tört felszínre, amikor a mélység forrásai megnyíltak. Még mindig sok víz található a föld kérgében. Különben nem lehetnének az óceánok alján rések, ahonnan forró víz tör fel. Vajon honnan származik a forró víz, amely az óceánok aljából tör elő? Mélyebről, mint az alja, nem? Még mindig hatalmas rések vannak az óceánok alján. Szerintem még fog feljönni onnan víz, no de erről majd bővebben a hidroplán elméletben lesz szó. Úgy gondolom, hogy a földkérgén még mindig vannak olyan repedések, melyek az özönvízkor nyíltak fel. Éveken át tanítottam természettudományból, hogy a lemezek mellett hasadás jött létre, ilyen például a Szent András árok. Kétségtelen, hogy repedések vannak a földkérekben, és amikor a földlemezek megmozdulnak, azt földrengésnek hívjuk. A tenger alatti mozgás cunamit idéz elő. Tehát a földkérgén repedések vannak, és a földlemezek még mindig mozognak. A kérdés csupán az, hogy mindez mikor kezdődött. Nos, az evolúció szerint ez több millió éven át tartott, ám a teremtés elmélet szerint ez a katasztrófa valószínűleg az özönvízkor történt, amikor a mélység forrásai felfakadtak, és ezek okozták a törésvonalakat. Akkor a víz elárasztott a felszínt, s a mai napig itt van. Egyszer egy ateistával vitáztam az özönvízről, aki megkérdezte. És hovindul, hová tűnt utána az a sok víz? Még mindig itt van? válaszoltam. Az óceánok hatalmasak. Ha a föld felszínét kiegyenesítenénk, két és fél kilométer magasan ellepne az óceánok vize mindent. Volt, hogy Ausztráliából repültem haza a csendes óceán felett, és mondtam is a kollégámnak, ez az óceán valami elképesztően nagy. Ja, és ez még csak a teteje válaszolta. Micsoda gondolat! Az, hogy az óceán alján lévő repedésekből még mindig forró víz tör elő, bizonyítja, hogy még mindig van víz a föld kérgében. A teremtéskori vízburok, ami körülvette a földet, olyanná tette azt, mint egy nagy üvegház. Hányan tudjátok, hogy mi az az üvegház? Nagy üvegfalai vannak az alján növények. A tudósok most is sok vizet találnak az űrben a csillagok között. Sok víz van az űrben. Érdekes, erről majd később. Itt van egy új elmélet. Lehet, hogy oxigén hiány miatt pusztultak ki a dinoszauruszok. Oxigén hiány. Vajon miért állítják ezt? 1993-ban egy szimpóziumon egy csomó tudós összejött, hogy tanulmányozzák az apatosauruszokat. Gondban vagyunk, mondták, mert egy 24 méter hosszú állatnak akkora orjukai voltak, mint egy lónak. Hogyan kaphat egy 24 méteres állat elég levegőt akkora orjukakon át, mint ami egy lónak van? Mikor erőködve beszívta a levegőt, a beáramló levegő súrlódásától akár meg is gyulladhatott volna. Nem kaphatott levegőt. Ám biztos, hogy mégiscsak lélegzett, mert a dinoszauruszok csontjai fellelhetőek az egész Földön. Még a déli sarkon és alaszkában is, azaz mindenütt volt belőlük. Akkor hogy juthatott egy 24 méteres állat elég levegőhöz? Nos, napjainkban valószínűleg ez nem menne neki, legalábbis nem a 24 méteres nagysághoz. Ám úgy hiszem, hogy az özönvíz előtt a víz jégburok miatt a földön nagyobb volt a légnyomás. Ezen felül több volt a levegőben az oxigén. Amikor belefúrnak egy borostyánkőbe, hányan látták az itt lévők közül a Jurassic Parkot? Néha a borostyánkőben, ami megkövesedett fanedv, levegő buborékot találnak. Az analízis kimutatta, hogy a levegőben akkoriban 50%-kal több volt az oxigén, mint napjainkban. Ma a levegőnek 21%-a oxigén, a légbuborékokban pedig 32% az oxigén. Tudjátok, ha egy olyan világban élhetnénk, ahol a légnyomás a duplája lenne a mostaninak, és több lenne benne az oxigén, akkor csak a légzés maga élményt jelentene. Ádám így csinálhatott. Hú, ez jó volt, Éva, csináljuk megint. A múltban több oxigén volt a levegőben, mint most. Nektek, gyerekek, azt fogják tanítani a tankönyvekben, hogy a Földön nem volt oxigén, amikor az első életformák kialakultak, és csökkenő légkörről beszélnek de ez nem igaz, és erről szó lesz a negyedik videóban. Az élet nem kezdődhetett oxigén nélkül. Ám ha megduplázzuk a légnyomást és megnöveljük a levegő oxigéntartalmát, nem csak a hemoglobin vesz fel oxigént, hanem a vérplazma is megtelik oxigénnel, ami azt jelenti, hogy több száz kilométert lehet futni anélkül, hogy elfáradna az ember. Ádámnak és Évának nem volt autójuk. Gyalog elfutottak nagymamáikhoz, csak hogy nekik nem volt nagymamájuk, anyósuk sem. Ezért volt a paradicsom. Feleségemnek ellenben nagyszerű anyósa van. De azt hiszem, hogy az özönvíz előtt egészen másmilyen volt a világ. Több volt az oxigén, a sebek sokkal gyorsabban begyógyultak. Hányan emlékeznek a kicsi jessica aki Texasban beleesett egy kúrba? A bal lába becsúszott a csőbe, a jobb lába a teste mögött kifordult, és úgy csúszott le egy 20 cm-es csőbe. Hat méter mélyre esett, és ott volt beszorulva két és fél napot. Az egész szomszédság próbálkozott azzal, hogy kiszedjék onnan, és a hírekben is 15 percenként bemondták, hogy a kicsi Jessica még mindig életben van. Amikor végül sikerült kiszedniük a kútból a kislányt, a gyermek testének nagy része már elfeketedett a vérkeringés hiánya miatt. A jobb lába teljesen fekete volt, mert kicsavarodva a hátulról a fejéhez szorult. Az egyik orvos szerint azonnal le kellett volna vágni a lábát. Egy másik ellenben azt mondta, hé, mielőtt megtennénk, miért nem tesszük be egy magasnyomású nyomású oxigénkamrába? Micsoda! Magas nyomású oxigén. Tehát betették Jessica-t egy ilyen kamrába, feltöltötték tiszta oxigénnel, és a nyomást duplájára emelték benne. Pár órán belül a lába visszanyerte rózsaszín színét. Helyreállt a vérkeringése. Megmentették a lábát, bár az egyik lábujjának felét nem tudták megmenteni, azt amputálni kellett. Apropó, tudjátok, hogy hívják a röntgenorvost? Dr. Ultra Viola. Csak nehogy elfelejtjétek. Van egy ilyen kamra a floridai penszakolában, mert vagy 30 embert kezelnek a baleseti osztályon. Sok kórházban van ilyen magas nyomású kamra. A tietekben is van? Igen? Hány ember fér bele? Egy, kettő, három? Egy ember? Jó. Németországban az agyvérzést kezelik a magas nyomású oxigénnel, és hihetetlen javulást érnek el vele. Angliában a sok gyulladást kezelik vele, mindenféle betegséget kezelnek vele. Indiában a leprát, hihetetlenül eredményesen, amit egy gyermeket szélütéssel kezelnek magas nyomású oxigénnel. Az orvosok rájöttek, hogyha operációs altatás közben több oxigént adnak a betegnek, akkor fele annyian kapnak fertőzést, és fele annyian némelyeknek utána. Csak úgy, hogy az alvó betegnek több oxigén Adnak. Érdekes. Van egy kamra a New Yorkban, ahol autizmust kezelnek a magasnyomású nyomású oxigénnel. Egy cikk szerint a magasnyomású terápia használata egyre nagyobb teret hódít a gyógyításban. Emitt egy egyszemélyes kamra látható. Tudtátok, hogy sportklubok is használják a magasnyomású nyomású kamrákat? Vajon miért van rá szükségük? Hát azért, mert a segítségével a sérült játékosok kétszer olyan gyorsan felgyógyulnak. Tudjátok, ha már egyszer ezer dolláros bérért játszik percenként, akkor mindenkinek az az érdeke, hogy az alatt az idő alatt tudjon játszani. És hogy megkapja azt az ezer dollárt, vagy mennyit percenként. Valamilyen zekről a delfinektől írják. A szezon alatt hetente úgy háromszor zek kb. egy órá tartózkodik a magas nyomású kamrában. Egy szintiszta oxigénnel megtöltött zsákban, ami elősegíti a test gyógyulását. Jól és erősnek érzi magát tőle az ember. Ha akarod, vehetsz egy magasnyomású hálózsákot. Egy oregoni barátomnak van saját magasnyomású kamrája. Itt a fiam látható, a felesége és én, miközben oxigént fogyasztunk egy bárban, Alaszkában. Nem alkoholt, azt életemben nem ittam. Vacsorára tiszta oxigént élegzel Kifizetsz dobozzal, és tiszta oxigént vacsorázol. És amikor elfogyott, megint újra szeretnél belőle. Ez egy összeesküvés. Mondhatom, csak hogy minél több pénzt húzzanak ki belőle. De jól érzed magad. Oregoni barátomnak van egy magas nyomású kamrája. Mikor nála voltam, felajánlott, hogy próbáljam ki. Miért ne? Mondtam, miután bemásztam, egy könyvet nyomott a kezembe, és beállította háromszoros nyomásra. Volt egy mérőszerkezete, amely azt mutatta, mintha lemerültem volna 27 méteres mélységbe. Nem merültem sehová, csak az érzés volt olyan. Mondta, hogy majd egy óra múlva kienged. Tehát ott olvasgattam szintiszta oxigént lélegezve a normál légnyomás háromszorosában. Mikor kiengedett, megkérdezte, hogy érzem magam. Kedvem lenne körbe rohanni a világot, válaszoltam. Hihetetlen érzés. Nos, az idősebbek közül hányan emlékeznek arra, hogy amikor még csak tervezted, már futottál is. Tudjátok, miről beszélek. Most inkább a délutáni szúnyókálást várjuk izgalommal. Az özönvíz előtti időben, amikor több oxigén volt a levegőben, és majdnem kétszerese volt a légnyomás, az emberek állandóan tele voltak energiával. Egy illető Japánban nyomás alatt lévő széndiokszid segítségével növesztette a paradicsompalántákat. A palántája az átlagosnál Nőtt. Két éves korában 4,9 méter magas volt, és 900 paradicsomot termett. Elszállították egy bevásárlóközpontba, és az ágait álványzattal támasztották alá. Azt mondták róla, hogy akár tízezer paradicsom is teremhet rajta. És ez csak egy paradicsom növény. Végül is 12 méter magasra nőtt, és 15 ezer paradicsom termett ezen az egy növényen. Csereszne paradicsom volt, ám a paradicsomok baseball labda a nőttek. Egy illető elkezdett gondolkozni azon, hogy a madarak miért kezdenek el csiripelni egy órával napkelt előtt. Rájött, hogy a madár madárcsicsergés olyan frekvenciájú, ami megnyitja a sztomáta a levelek sejtjein. Nagyító alatt egy levélen láthatóak azok a kis lyukak, melyek csak a széndiokszid hatására nyílnak ki. Azaz, a csicsergés felébreszti reggel a leveleket. Rájött, hogy ez a frekvencia gyakran előfordul a komoly zenében. Így elkezdett Beethoven, Bachot és Chopin játszani a kukoricáinak. A szomszédai kezdték azt gondolni, hogy egy kerékkel kevesebb van neki, hogy nincs ki a négy kereke, szóval azt gondolták, hogy bolond, amíg meg nem látták, hogy a növények 4,95 méter magasra nőttek. Játszott a zenét a tököknek, mire azok levelenként öt tököt hoztak egy helyet. Zenélt a fekete diófának, mire az dupla olyan tempóban nőtt. A krumpliai az átlagosnál két-háromszor nagyobbakra nőtek a sárga dinnyék foci labda Hangvirágzásnak nevezte el a jelenséget. Van egy jó magazin a teremtés képekben. Két teremtés magazin van, a rendszeres teremtés és a teremtés képekben, melyeket meg lehet rendelni a honlapomon. Csak rá kell kattintani és küldök egy ingyenes példányt kipróbálásra. 20 dollár az éves előfizetés. Ám ha rámész a dr.dino.com-ra és rá kattintasz, egy ingyenes példány küldök, amiben van egy cikk erről a hangvirágzásról. Igazán érdekes. Vitatkoztam Eugénia Scotttal, aki a Kaliforniai Országos Természettudományos Oktatási Központ igazgatója. Az országos központ egy apró kis épületben működik öt emberrel. Szóval vitáztam Eugénia Scotttal, aki ezt mondta. Dr. Hovind, 80 különálló réteg kőszén van középnyugaton. Igaza Így folytatta. Ha figyelembe veszi a világ teljes kőszénkészletét, a mai világ teljes növényvilága nem lenne elég ahhoz, hogy ilyen sok foszilis energiahordozóvá alakuljon át és megint igaza van. Olyan sok kőszén van a világon, hogyha vennénk minden fát, füvet és bokrot és összepréselnénk, akkor nem adnak ki ennyi kőszenet. Hatalmas mennyiségű kőszén van a földben. Igazad van, Jean, mondtam. Hát nem látott, Hovind folytatta, hogy igen hosszú idő kellett ahhoz, hogy létrehozza a szélrétegeket? Nem, nem, itt már nincs igaza. Ő a mai világból indul ki, és azt feltételezi, hogy az mindig is ilyen volt. A földben ma található kőszén az özönvíz eredménye, amely az özönvíz előtti világot betemette, és akkor jóval több fa volt. Van egy szénbánya Montanában, amelyik 25.600 négyzetkilométer területen fekszik, és 60 méter vastag. Valaki mondta, hogy egyszer 90 méter vastag réteget találtak. Ez rengeteg szén. És néha a színben emberi alkotásokat találnak. Ezt a csengőt egy tömb belsejében találták. Ezt a vasból készült edényt is széntömbben találták, és egy cipőnek a talpát is. A hatodik videó bővebben szól majd a szénképződésről. A Biblia hírtad arról, hogy az egész Föld tele volt füvekkel és növényekkel. Ma nem így van. A Föld 70%-át víz fedi, tehát nincs tele növényekkel. Amikor Isten teremtette, a földet növények borították. Tudtatok arról, hogy az Antarktiszon leveleket találtak. 400 km a Déli sarktól leveleket találnak. Nem nőnek fák a déli sarkon. A föld 70%-a víz alatt van, és csak 3%-a lakható. Javarésze sivatag, jégfedi, tundra, magas hegység, ahol nem lehet élni, és csak 3% a lakható. Amit ma láthatunk, az nem az, amit Ádám és Éva látott. A Biblia szerint Isten lakhatóvá tette a földet ezért is alkotta meg. Lehet, hogy az özönvíz előtti föld, és most mondok egy számot, 80%-ban föld, és csak 20%-ban volt víz. Nem voltak ott az óceánok. A víz a föld kérgében és a külső burokban volt. És a Föld teljes területén fák nőhettek az özönvíz előtt. A Földet körülvevő réteg megakadályozta a napból származó UV-, Röntgen és egyéb káros sugarak behatolását. Tudjátok, hogy a nap a fényen kívül más dolgokat is kibocsát? Röntgen, gamma, béta sugarakat, melyek a Földre érve nem tesznek jót a testnek. A Röntgen sugarak kimondottan veszélyesek. Hányan voltatok már Röntgen vizsgálaton? Gyermekkoromban kilenc a törtem, a bátyám pedig 21-et. Kemény játékokat játszottunk mi felénk. Az egyik szomszédom nyílpuskával lábon lőtte a bátyát. Nem tudtam, hogy megvan töltve. Hogy nem lehet tudni, hogy a nyílpuskában nyíl van. Szóval, a kórházba vitték, és mondták neki, vetköz lesz szépen, és vett fel ezt a kisköpenyt. A kisköpenyt hátul összesen ért, elég ciki volt. És menj a folyosón úgy 20 kilométert, ott megtalálhatod a szobát. Ha végre eljutsz odáig, így fogadnak. Örülünk, hogy ide értél, feküdj kérlek, erre az asztalra. Az asztalt pedig csak pár perce vették ki a mély hűtőből. Hányan feküdtek már rajta, és tudjátok, miről beszélek, jéghideg. Majd fölét húzzák azt a furcsa gépet, és a doki megkér, hogy vegyél mély levegőt, és tartsd benn. És közben kifut a folyosóra. Rajta persze egy ólom mellény van. Doktor úr, nem veszélyes ez a gép? Kérti. Nem, veszélytelen feleli ő. Hazudik. Doki, hogyan működik ez a gép? Ha megnyomjuk ezt a gombot, röntgensugarakkal úgy átjuggatjuk a testedet, mintha gépfegyverből jövő golyókat szornánk beléd. Több milliárd apró röntgenjük. Tulajdonképpen a tested belsejéről készítünk egy ányképet. Ezért látja sok radiológus olyan sötéten az életet. Átjuggatnunk teljesen. Ő tudja, hogy a röntgensugárzás hosszú távon veszélyes, ezért visel védőruhát és rohan az ólomfal mögé, mert nem akarja kitenni magát a röntgensugárzásnak. Ám sokan közülünk nem tudják, hogy a nap röntgenez bennünket minden nap. Ebben a pillanatban is. A betonon és a vizen nem tud a röntgensugárzás áthatolni, de ezen a tetőn igen. Áthatolnak a tetőn és a testeken. Röntgensugárzásnak vagy kitéve, mi alatt itt ülsz, nem mintha sokat tehetnél ellene. A bőröd érzi ennek a sugárzásnak teljes erejét, a testnek pedig helyre kell hozni a sérülést. Milliónyi apró sérülést a bőrödön minden egyes nap, több milliót. És 50-60 év elteltével, de 70-80 év után már biztosan észre lehet rajtad venni, hogy már elkezd ráncosodni. Ja, mondhatod, nem akarok öreg és ráncos lenni. Jó. Ha nem akarsz ráncos lenni, három dolgot tehetsz ennek érdekében. Első. Korán meg kell hallod, Második. Állandóan ólom vagy beton esernyővel kell járkálnod, hogy ne érjenek a röntgensugarak. A harmadik. Hogy azt teszed, amit Elizabeth Taylor tett. Biztosan ismeritek Elizabeth Taylort a filmcsillagot. Évekkel ezelőtt hallottam, hogy lyuk van a homlokán. Minden reggel szépen betömi, és elfed is minkel, és szépen néz ki. Ez egyébként szigorúan titkos. Egyszer a Volmákban jártam, és ott volt az a rengeteg újság. És az egyik címoldalán megláttam Elizabeth Taylort. -t. Éppen vagy a 40. házasság kötésére készülődött. Gondoltam, most aztán saját magam utána járok annak a lyuknak a homlokán. Így elővettem egy nagyítót, és kezdtem alaposan megvizsgálni a képét az újságon keresztül. Az arra járok, megnézték, mit csinálok. Mi a baj? Én csak a magazint nézem. Megvizsgáltam, és végre rájöttem, hogy mi az a lyuk. Olyan büszke voltam magamra. Ennek a hölgynek olyan sok ránc felvarrása volt az elmúlt évek során, hogy a lyuk a köldöke. Ezen a héten biztosan megint férjez megy, ti is megnézhetitek. Mondhatjátok, Ovin testvéré, nem akarok öreg és ráncos lenni. De sajnálom, ha megöregszel, ráncos leszel. Jobb, ha fölkészülsz rá. De ez nem így volt az özönvíz előtt. A Biblia szerint az özönvíz előtt 900 évig éltek az emberek. És valószínűleg nem voltak ráncosak. Egy illető, aki magát kreacionistának tartja, azt állítja, hogy akkoriban nem éltek valójában 900 évig. A hónapokat éveknek számolták. Hold alakú naptárt használtak, ezért minden számot 12-vel osztani kell. Na hát, akkor ez még nagyobb csoda. Énok ok, 65 évesen nemzettem a tuzsálemet. Lássuk, 65 osztva 12-vel az annyi, mint 5 és fél éves volt, amikor apuka lett belőle. Ezt pedig igazán kétlen. Akkoriban valójában 900 évig éltek, és nagyobbak is voltak. Itt látható az évszázad legmagasabb embere, Robert Wadlow, aki 2,76 méter magas volt, és 82-es cipőt hordott. Robert Wadlow csak néhány centivel volt alacsonyabb, mint Góliát a maga 3 méterével. Robert Wadlow 12 évesen a legmagasabb cserkész volt. Itt látható a cserkész csapatával. Egy három méteres ember gigantikusnak számít manapság, ugye? De úgy gondolom, hogy az özönvíz előtt ennél magasabbra nőttek az emberek. Emi itt egy három és fél méter magas csontváz, látható, bocs, inkább csak hosszú, mert fekszik. Három méteres. Milyen jó jönne egy ilyen fickó a kosárlabda csapatodba. Ti lennétek a bajnokok, nem? Három méter. Néha a nők megharagszanak. Hovind azt mondott, hogy az egy férfi csontváza, de lehet, hogy egy női volt. Nos, tanítottam biológiát és anatómiát. Történetesen tudom, hogy miként lehet megkülönböztetni egy férfi és egy női csontvázat. Nem a bordák száma alapján. Csak Ádámnak hiányzott az oldalbordája, és csak egy kis időre. Csak egyetlen csont van az emberi testben, amely visszanő, ha kiveszik. Ez az alsó borda. Ahogyan egy gyík farka visszanő, ha levágják, az ember oldalbordája is visszanő, ha azt kiveszik. Mintha Isten tudta volna, hogy mit csinál. Tehát két módon lehet megtudni egy csontvázról, hogy az egy férfié vagy nőié volt-e. Az egyik, ha megnézzük a lábait. Ha egy bevásárlóközpont felé mutatnak, akkor az egy nőjé. A másik, hogy megnézzük az álkapott csont izületet. Ha az álkapcson ez az izület jobban kopott, akkor az nő volt. Erre egy nő azt mondta. Ez azért van, mert mindent kétszer kell mondanunk nektek, férfiaknak, mire egyszer meghalljátok. A ma élő legmagasabb ember 2,5 és fél méter magas volt, amikor ez a kép készült. Jelenleg 2,6 méter és Ukrajnában él. Szép magas fiú, nagy kezei vannak. A képen mobiltelefont próbál használni. Nem biztos, hogy sikerül neki. 2000 évvel ezelőtt Maximus római császár két méter magas volt. Innen jön a maximum szó. 2,95 méter magas csontvázat találtak Indiánában. Két darab 2,75 méter magas csontvázra leltek Virginia városában. A Louisiana-i bányában betemetve talált 20 csontváz mindegyike 2,75 méter fölötti volt. A nevadai Hubolt lékben 3,3 méter feletti csontvázat találtak. Guamban legenda szól arról, hogy óriások éltek valamikor a szigeten, és ők építették az ott látható latte köveket. Indiánában 8 óriást találtak, és Egyikük két és fél méter feletti volt. A múzeumot nem érdekelte ez a lelet. Vajon miért nincs érdekében egy múzeumnak, hogy nyolc, két és fél méteres csontvázat kiállítsa? Nem lehet, hogy az evolúció elmélete miatt mi szerint kicsiből lettünk egyre nagyobbá? S ami miatt persze fontosaknak érezzük magunkat. Fejlődünk. Olyanok lesztek, mint Isten. Egyre jobbak. Lehet, hogy az igazság éppen az ellenkezője? És ezt próbálják eltitkolni? A kaliforniai lompok ráncsen talált 3,66 méteres csontváznak, és egy másik ilyen magasnak, amit túcsomban találtak, hat ujja volt a végtagjain, és madár alakú fejtiszt viselt. Amikor Cortez Mexikóba ment és találkozott az ott élő emberekkel, óriásokról számol be, akik azon a földön éltek. Elhozta az egyik óriás csontját, a combcsontját, ami olyan nagy volt, mint Cortez maga. Azt mondta. Én magam is megtermett ember vagyok, de ez a csont akkora, mint én. A képen egy óriási kőtömb látható. Ki az az ember, aki ezt megmozdítja? Egy teve áll előtte, kivág ki és mozgat meg ekkora tömböket. Ez itt egy 18 kg-os baltafeje pár percig lóbálj meg egy 5 kilós baltát, és megérted, hogy miért vagyok kíváncsi arra, aki egy 18 kg dolgozott. Ezt a követ a hüvelyk új és a többi új közé fogva pattintásra használták régen. A Smithsonian Múzeum felelős azért, hogy az úriásokkal kapcsolatos felfedezésekről nem tudunk, mert az ellent mondana az evolúció elméletének. Régebben ki volt állítva egy emberi koponya, de levették, és most külön engedéllyel lehet csak megnézni, mert az egy úriásnak a koponyája. Itt egy normális emberi hüveik új perc látható, emit pedig ugyanaz egy óriás hüveik új perce mellett. A csont egy török sírból származik, nem messze az Ararát hegyétől. A török kormány azt állítja, hogy Noé sírját találták meg. A csontváz 3,96 méter magas volt akkor ez a kubit méretét is felfelé módosítja. Az emberek azt mondják, hogy egy férfi és három fiú sohasem építhetett egy ekkora bárkát. Akkor nem láttad azokat a fiúkat. Éte, az ide azt a fát, Léci. Jó, hova tegyem? Van Egyiptomból egy combcsont másolatunk, ami egy 3,96 méter magas embertől származik. Egy ekkora fickót úrnak neveznénk egyből. Van róla egy cikk az asztalon, ha többet szeretnétek tudni róla. Az egyik török hotelben ki van állítva egy álkapocs, amely széltében 16,5 cm. Nyugodtan beleteheted a fejed, és még meg is forgathatod. A viszkonzini vokisóban egy indián temetkezési helyen egy olyan emberi koponyát találtak, ami a normál méret háromszorosa. Akkoriban óriások éltek a Földön, a Biblia is ezt mondja. A Bibliában az áll, hogy Isten képmására lettünk teremtve. Ha ez így van, miért fizetünk azért, hogy azt tanítsák a gyermekeinknek, hogy ez itt nagypapa? Mi az igazság az ősemberrel kapcsolatban? Nos, ha a Biblia igaz, és a Föld csak 6000 éves, akkor mi van az ősemberrel? Erről fogunk beszélni egy rövid szünet után. Folytatjuk tehát az éden kertjéről szóló 2B előadással, amelyik az ősemberről és még néhány más témáról szól. A Bibliában a Mózes első könyvében az áll, hogy Isten az embert saját képmására teremtette. Ha Isten képmására lettünk teremtve, akkor miért tanítjuk a gyerekeknek, hogy a majomtól származunk? Nos, az evolúció tanítása szerint egyre jobbak leszünk, és egy napon Istenné válunk. A tény ellenben az, hogy egyre rosszabbak leszünk. A dolgok a széthullás irányába tartanak, hihetetlen genetikai tervünk van. Ádámhoz és Évához képest mentálisan és genetikailag fogyatékosak vagyunk. De azt tanítják a tankönyvekben, hogy ez itt az ősünk. Mi az igazság az ősemberrel kapcsolatban? Lehetséges-e egy emberszabású majomnak emberré válnia? Ez attól függ, hogy mit értünk ősember alatt. Ma is élnek barlangokban emberek, és nem hívjuk őket félig majomnak, félig pedig embernek. Itt van a világ legkörözöttebb barlanglakója. Osama Bin Laden, Amit egy előző barlanglakó, valaki majmot akar csinálni belőlünk. Az ősöd majomszerű lény volt? Nem hiszem. Most beszéljünk az úgynevezett ősemberről. Órákat lehetne beszélni róla, de nincs időnk. Éveken át a nebraszkai ősembert tekintették az evolúció bizonyítékának. A nebraszkai ősemberből mindössze egy fogat találtak. Ez itt tehát az egész nebraszkai ősember. Egy fog. Ebből az egy fogból egy egész embert alkottak, később még feleséget is csináltak neki. Igazán jó lehetett tudni, hogy milyen volt a felesége abból az egy fogból. Ők a szakemberek. Ne kérdőjelezzük megállításukat. Később kiderült, hogy az említett fog egy disznótól származik. Ez volt tehát a valódi nebraszkai ősember. És a Pildowni ősember, akit Angliában, Pildownban, egy kavicspányában találtak. Valaki vett egy emberi koponyát és egy majom állkapcsot, összeillesztette őket, és mindenkit lóvá tett vele. 1912-ben fedezték fel a pildalni embert, és a New York Times ezt harsogta. Darwin elmélete bebizonyosodott. Evolúciós bizonyítékként akarták használni az 1925-ös John Scopes úgynevezett majom perében, ám a bíró szerint nem az a kérdés, hogy az evolúciót bizonyítja, hanem hogy megszegte a tanítás törvényét tehát bűnösnek találták a törvény megszegésében. De a pildóni ember kóholmány volt. Valaki vett egy emberi koponyát és egy majom állkapcsát, az állkapocs összeillesztette, lereszelt a fogakat, és így becsapott mindenkit. 40 éven keresztül szerepelt a tankönyvekben az evolúció bizonyítékaként. Csalás volt. Csalásnak nyilvánították 1953-ban. A Neander völgyi ősember ellenben még mindig megtalálható a tankönyvekben, amit itt a városotokban is használtok. Pedig már évekkel ezelőtt bebizonyosodott róla, hogy nem lehet a hiányzó láncszem. Joachim Neander, akiről a völgyet elnevezték, éneket írt, mely így hangzik. Dicsőség a mindenható úrnak, a teremtés királyának. Egy istenfélő ember volt. Amen. 1856-ban találtak egy megkövesedett csontvázat a neandervölgyben, és elnevezték neandervölgyi embernek. A háta hajlott volt, mivel a majmok négy lábon járnak, az emberek pedig kettőn, a darwini elmélet népszerűvé válása után elővették újra a neandervölgyi embert, mondván, hogy lehet, hogy a fejlődés során lassan felegyenesedett. De már az elejétől fogva ismeretes volt, hogy a csontváz egy hajlott öreg emberé volt, aki lassan meggörnyedt, nem pedig felegyenesedett. Kb. 300 neandervölgyi ember találtak. Az agyuk nagyobb volt, mint a miénk, a csontfelépítésük hihetetlenül erős. Állítólag annyira erősek voltak, hogy egy átlagos neandervölgyi simán felkapna egy átlagos amerikai futballhátvédet, és áthajítaná a kapu fölött. Ugyanazt a koponyát kilenc különböző művésznek odaadták, hogy ábrázolják, milyen lehetett az életben. Kilenc különböző megoldást kaptak. Milyen legyen, kérdezték. Emberhez vagy majomhoz legyen hasonló. Olyanra csináljuk, amilyenre kéri. Jack Gozo, egy barátom New Jerseyből, aki 32 éve fogorvos. Pár hete eljött az egyik konferenciánkra a Azt mondta, az európai Neander völgyi koponyák alapján, hogy azok teljesen normális emberek koponyái, akik sokáig éltek. Tudjátok, az özönvíz előtt az emberek 900 évig éltek. Az özönvíz után az átlag életkor 400 évre csökkent, majd 200-ra, majd 100-ra, de még ez is hosszú életkor. És az is tény, hogy a szemöldök csont megállás nélkül növekszik. Így ha 300-400 évig élnél, akkor a szemöldök csontod jócskán előre áll. Olyan mai élő embereknek, akik sokat használják az állkapcsukat, mint az ausztrál lakosok, akik szerszám helyett a fogaikat használják, a szemöldök csontjuk eléggé kiáll. A csonton lévő rágóizmok miatt. A neandervölgyi emberek tökéletes emberek voltak, akik két-háromszáz évig éltek, ennyi. Az agyuk nagyobb volt, mint nekünk. Nem kevesebbek az embernél, csak öregebbek. Baloldalt látható egy őslakos, akinek a szemöldök csontja előre áll a rágás miatt. Rengeteg fejforma létezik. Sorba lehetne állítani itt az embereket Tenesziben, és csak fejformájukról be lehetne bizonyítani az evolúciót. Nézzetek körül csak a városokban, és megértitek, miről beszélek. Itt van a kromanyoni ember, aki tökéletesen ember, a tankönyvek mégis a hiányzó láncszemnek tartják. A homo sapiens a modern ember, és a kromanyoni ember van ide sorolva, de ő egyáltalán nem a hiányzó lánc. Majd itt van az Australopithecus aforensus. Már 1973-ban bebizonyították, hogy hamis. 30 éve bizonyítást nyert, és még mindig a tankönyvekben szerepel, mint az evolúció bizonyítéka. Az Australopithecus africanus hozzák példának az Australopithecus a Forensusra, akit lucy is elkereszteltek. Donald Johansson 1974-ben találta meg lucy Etiópiában. Hiányzó lány szemek felkutatására kapott pénzbeli támogatást. Menj, keres egy hiányzó lány szemet, mondták. Ha nem találsz, nincs pénz. Két héttel a támogatást lejárta előtt, megtalálta Lüssit. Igen, csak motiválva volt benne, és a törvény szemében gyanúsított minősítést nyerne. Lucy egy méter magas volt. Nyilvánvalóan valami csimpánzféle. A koponya csontok teljesen össze voltak törve, a koponyáról semmit nem lehetett tudni, ám amikor összerakták tankönyve kedvéért, félig emberi, félig majom kinézetet adtak neki. lucy -nek nevezték el a Lucy in the Sky with Diamonds akkor is láger alapján. Apropó a dalcím kezdőbetűi az LSD szót adják ki. A térdet, amit Lucy térdének tartotta a National mondani, Geographic, több mint két kilométerre a helyszíntől és 70 méterrel lejjebb találták meg. A National Geographic Lucy térdének titulálta, de az nem Lucy térde, két kilométerrel odébb volt. Ez a térdízület a mai napig vitatárgya, és még mindig ez a legnyomósabb érvük amellett, hogy Lucy az emberré válás stádiumában volt. Azért, mert egy majomnak a felső és alsó lábszára egyenes vonalban van. Az emberi lábszára térdnél szögben elfordul. Lucy térde oldalszögben elfordul, és ezért állítja a Donald azt, hogy az emberi vállás folyamatában volt. Nem. Bármelyik fáramászó majomnak szögben forduló combcsontja van. Egy fáramászó majmot talál csupán. Ez nem bizonyíték az emberi vállásra. Azt mondja, hogy a csontjai egy kicsit nagyobbak egy átlagos majoménál. Ez igaz. De ez nem bizonyítja az emberi vállását. A Kleisdéri ló csontjai egy kicsit nagyobbak, mint egy normál méretű lóé, de ez nem bizonyíték arra, hogy éppen teherautóvá válik. Egy nagyobb méretű csimpánzra bukkant, és valószínűleg az özönvíz előtti csimpánzok és minden nagyobb méretű volt. Hosszabb életűek és egészségesebbek voltak. Vannak ma is kicsi és nagy lovak egyaránt. A Szent Lüzi állatkert Lüssit emberi lábfejjel ábrázolja, annak ellenére, hogy egy kéz vagy lábcsont elő nem került. Az összes többi Ausztráló pitekusznak hajlott lábú van. A washingtoni egyetemről, menton professzor úgy véli, hogy ez a szobor egy téves ábrázolás, ami szép szó arra, hogy hazugság. Szeretem az egyszerű szavakat. Hazugság. Az állatkert igazgatója így nyilatkozott. Nem helyesbítünk semmit. Nem tudunk minden kiállított tárgyat a legfrissebb bizonyítékok alapján módosítani. Véleményünk szerint a kiállított tárgy összképe helyes. Jones. Ezzel azt mondod, hogy hazudsz azoknak a gyerekeknek, akik eljönnek az állatkertedbe, azért, hogy azt a a benyomást keltsd bennük, hogy az evolúció igaz? Szerinted az elmélet fontosabb a tényeknél? És ez így van. Hazudnak a gyerekeknek, akik tudományos kiállításokra és állatkertekbe mennek, hogy higgyenek az evolúcióban. Afrikában emberi lábnyomokat találtak egy megkövesedett hamurétekben. Teljesen normális emberi lábnyomokat. Ám ezeket a lábnyomokat 3 és 3,75 millió éves megbecsülték. Megvizsgálták a lábnyomokat, és megállapították, hogy pontosan ugyanolyanok, mint ma a miénk. Russell Tafel a Chicagói Egyetemről alaposan tanulmányozta a lábnyomokat. Majd elutazott egy olyan helyre, ahol az emberek soha nem viselnek cipőt. Soha és az ő lábnyomaikat is megvizsgálta. Megkérte őket, hogy fussanak, járjanak, ugorjanak a sárban. Arra a következtetésre jutott, hogy ezeknek az embereknek a lábnyomai pontosan ugyanolyanok, mint az afrikai létoliban találtak. Majd folytatta. Ha a létoliban talált lábnyomok nem lennének bizonyítottan annyira régiek, akkor akár azt is hihetnénk, hogy egy fajtársunk hagyta azokat. Más szóval, ha nem tudnánk, hogy másként van, azt hihetnénk, hogy egy ember jártott. Hogyan lehet ennél jobban tudni? Ja, persze, mert a kő túl régi hozzá. Ez egy példa arra, hogy az evolúció elmélete akadályozza a józan gondolkodást és a tudományos kutatást. A tudomány egyik legnagyobb akadálya. Nem része a tudománynak, hanem hátráltatja azt. Aztán a National Geographic majomszerű embereket rajzol a lábnyomok fölé, amint a hamuban járnak, holott egyetlen egy csontot sem találtak. Egyet sem. Ha teljesen normális emberi lábnyomokat találsz valahol, mi indokolja azt, hogy sötétbőrű, majomszerű lényekként ábrázolt azokat, akik a nyomokat hagyták? Ha én afroamerikai lennék, felháborodnék azon, hogy a hiányzó láncszemet sötétbőrrel ábrázolják, mintha a sötétebb bőr kevésbé lenne fejlett. Valahol itt ez ezt jelenti. És miért tettek a képhez szétálló lábnyomot is? Miért külön a nagylábúj? Kész akarva ábrázolták így, mert nehéz megmagyarázni azt, hogy miként alakul át egy majom lábfej emberivé. A majmoknak az egyik lábújuk annyira külön áll, mint a kézen a hüvelykúj. Ezzel fogják meg a faágat, és tudnak lógni rajta. Mi ezt nem tudjuk megcsinálni. Ha mégis szeretnéd, akkor alacsony faágon gyakorolj, mert különben megütöd a fejed. Itt van a szerintük elképzelt emberré válás 4 millió éve, és az általuk elképzelt mindegyik hiányzó láncszemnek emberi lábfejet adtak. Azért, mert a lábfej komoly gondot okoz az evolúcionistáknak. Charles Oxner tanulmányozta lucy és azt mondta, hogy Lucy csontjai egy olyan állat csontjai, amelyek nem egyeznek az emberi csontozattal. Nem egy hiányzó lánc. Komputer segítségével analizálta a csontokat. Lehet, hogy ezek az emberszabású, egyenesen járó lények még a mai napig élnek szumátrán. Lucy lehet, hogy még egy ma is élő állatfajhoz tartozik. A pekingi előembert éveken át az evolúció bizonyítékának tartották de minden eltűnt vele kapcsolatban a második világháború alatt. Ám találtak egy barlangot, ahol csomó összezúzott majom koponya és emberi szerszámok voltak. Néhány éleselmű tudós pedig ezt mondta, na hát, ezek a majmok szerszámkészítést tanultak. Persze. És a fejükön gyakoroltak. Ez már jó. Ezt megtartatjuk. Nos, azt ellenben nem mondták el, hogy ugyanakkor találtak tíz emberi csontvázat is ugyanabban a barlangban. Tudjátok, néhány kultúrában szeretik megenni a majmok agyvelejét mint a Indiana jones -ban. Csupán egy olyan barlangot találtak, ahol majmokat ettek. Ünnepeltek, vagy hasonló. Ez nem a hiányzó láncem. A homo erectus még mindig benne van a tankönyvekben. Előzőleg jávai ősembernek hívták, majd Pitekantropus erectusnak. Most homo erectus a neve. Dr. Dubois egy holland anatómus találta meg, aki kimondottan azért ment Indonéziába, hogy megtalálja a hiányzó láncemet. Felbérelt egy csomó rabot, hogy ássanak neki, és még ott sem volt, amikor megtalálták. Megtalálták egy majom koponyájának a tetejét, három emberi fogat, és egy évvel később, 16 méterrel odébb egy combcsontot. Dubois összerakta őket, és kijelentette, hogy megvan a hiányzó láncem. Annak ellenére, hogy azok még csak össze illettek. Három fog, egy combcsont és egy majom koponyájának a teteje. Ezt is bizonyítéként akarták felhasználni az evolúció mellett 1925-ben a Scopes majomperében. A jávai ember. A híres anatómus vircsó a következeket mondta. Szerintem ez egy állat, egy óriási majom volt. A combcsontnak semmi köze nincs a koponyához. Dubois elhallgatta azt a tényt, hogy ugyanazon a területen talált két emberi koponyát is, azokat az ágya alatt a padló alá rejtette, mint az ismert mesében. Egyáltalán nincs bizonyíték az ember fejlődésére. Az emberi evolúció fosszilis bizonyítéka töredékes. A csimpánzok fejlődésének fosszilis bizonyítéka pedig teljesen hiányzik. Semmi. Milyen bizonyíték nincs a csimpánzok evolúciójára. De cikkek jelennek meg a folyóiratokban az evolúcióról. Merre tartunk. Megmondom. A pokolba, ha nem fogadjuk el Krisztust. Ilyen egyszerű. Egy koponyát kiállítottak mondván, hogy ez az Orsi ember. Nagy ünnepséget rendeztek ennek a felfedezésnek az örömére. Egészen addig, amíg rá nem jöttek, hogy az egy négy hónapos szamár koponyájának egy része. Ez lett volna a hiányzó láncem. Egy delfin bordáját egy múzeumban hosszú ideig emberi kulcsontnak címkézték fel, amíg egyszer valaki fel nem ismerte, hogy mi az valójában. 2004-ben megtalálták a hobbitot. A hobbit egy apró emberke volt. Valószínű a másodlagos mikrocefalikus törpeség eredménye. Egy normál ember csak kb. egy méter magas. Ma is vannak ekkor emberek a Földön. Van egy jó könyv az úgynevezett ősemberről, olvasd el, ha erről tanítottak az iskolában. Marvin Lubenov, Bones of Contention. Kiváló könyv. Én csak az, az egy hiányzó láncszemet találom, emitt a két fickó között. Valami hiányzik. Sok professzor a földben csontok után kutatva tölti az idejét. A kutyám is ezt csinálja, de nem fizetünk neki az adónkból, hogy ezt tegye. A legtöbb államban törvények követelik meg, hogy a tankönyvek pontosak legyenek. Van ilyen Floridában, Kaliforniában, Texasban, Wisconsinban és Alabamában. A törvény szerint a tankönyveknek pontosaknak kell lenniük. A minnesotai törvény szerint a tanárnak nem szabad készakarva akarva a tényeket. Ám a minnesotai tankönyvek az említetteket még az evolúció bizonyítékának tanítják. A pirossal bekarikázottokról már bebizonyosodott, hogy nem lehetnek a hiány. Szemek. Apropó, a tankönyvek az embert újabban nem homo sapiensnek, hanem homo sapiens sapiensnek hívják. Na hát, ennek mit jelent. A sapiens jelentése bölcs. Tehát mi vagyunk a bölcs-bölcs emberek. A Bibliában pedig az áll, hogy aki magát bölcsnek tartja, az bolond. És ha azt gondolod, hogy az ősöd a fáról jött le, akkor bolond vagy. Ilyen egyszerű. Ő, minnyájunk édesapja, írja az egyik tankönyv. Hát ez butaság. Nem lehet tudni, hogy ő bárkinek is az apja lenne. A földben talált csontokról ezt nem lehet megtudni. Ez itt az összes emlős ősanyja áll a Smithsonian magazinban. A talált csontokról nem lehet tudni, hogy akárkinek is az anyja lehetne. Csak annyit tudhatunk biztosan, hogy meghalt. Nem lehet tudni, hogy volt-e utódja, azt meg pláne nem, hogy magától eltérő utódot hozott el létre. És mi jogon gondolja róla valaki, hogy egy olyan állat volt, ami képes volt arra, amire a ma élő állat nem. Azaz alaptípusától eltérő egyedet létrehozni. Egy bírósági tárgyaláson az evolúció bizonyítására nem fogadnak el fosszilis bizonyítékot, akkor hol van a bibliában szó a kőkorszakról? Volt valaha külkorszak. Nos, az özönvíz után Noé nem mondhatta az unokájának, hogy ugorjon be egy szerszámbolt be egy kalapácsért és egy lapátért. Elpusztult a társadalmuk, és amikor kiszálltak a bárkából, egy lepusztult föld várt rájuk. A semmiből kellett újraépíteniük a civilizációjukat. Hasonló Gili González helyzetéhez. Volt egy csomó okos emberük, nem úgy, mint Gili Gonzáleznek, csak egy, és ott volt a letarolt bolygó. Tehát a semmiből kellett kezdeniük, és kőszerszámokat készítettek, mivel ez jóval gyorsabban ment, mint kibányászni a vasércet, megolvasztani és vasszerszámokat csinálni. Amíg három hét alatt elkészül a baltád, addig éhen is halsz. Tehát kőszerszámokat készítettek. A társadalmon kívül élő emberek kisebb csoportokban, hordákban vándorolnak, követve a vándorló állatokat. A vándorlás során pedig nem fognak 25 kg szerszámokat magukkal cipelni. Követik az állatokat, mondjuk a bölényt utolérik, gyorsan szerszámot készítenek, megölik a bölényt, felvágják, és a szerszámokat hátrahagyva mennek tovább. És amikor ma rátalálnak ezekre a külszer számokra, ezt mondják, nézzétek a formáját, tökéletesen kidolgozott, arányos, a készítője okos volt, ez egy fejlett társadalom. Majd rálelnek egy nyílhegyre, amely durvább kidolgozású, nincs simára lepatintva, és a véleményük már is, ez az ember előember, nem annyira okos. Lehet, hogy itt az értelmezés helytelen. Lehet, hogy a durvább eszköz egy olyan emberé volt, akinek sietnie kellett, mert az állatok már induló félben voltak. Nem volt ideje a nyílhegyjel babrálni. Gyorsan kellett lelőni az állatot. Lehet, hogy ezek csupán arra példák, hogy mennyi idejük volt a szerszámokat kidolgozni, és nem az intelligencia szintjüket tükrözi. Az özönvíz előtt nem csak az emberek éltek hosszabb ideig, hanem az állatok is, és valószínűleg jóval nagyobbra nőttek. Itt van egy szar nélküli rinocérosz, amelyik 5,5 méter magas. Az ilyenekre azt mondják az emberek, hogy a történelem előtti korból származó ősállatok. Tudtátok, hogy a történelem előtti magyarul az ős szó csupán száz éve jelent meg a szótárakban? Tudományos központunkban vannak szótárak az 1700-as, 1800-as évekből. Megnéztem egy 1766-os kiadású szótárat, de a történelem előtti az az ős szó nem volt benne. Az 1860-as kiadásúban sem szerepelt ez a szó. Nem létezett a történelem előtti az az ős szó, még az 1892-es szótárban sem. Vannak özönvíz előtti dolgok, de nincs olyan, hogy történelem előtti. Az első naptól fogva van történelmünk. Kezdetben teremté Isten a mennyet és a földet. Nem lehet ez elé menni. Tehát nincs olyan, hogy történelem előtt. Ám az özönvíz előtt a vízburok és a nagyobb légnyomás miatt másképpen viselkedtek a dolgok. A rovarok jóval nagyobbra nőttek. A rovarok nagysága a belélegzett oxigén mennyiségétől függ. Azok a rovarok, amelyek oxigéndús vizeken élnek, százszor nehezebbek lehetnek a többieknél. Ez a testfelület és a tömeg arányától függ. Azaz minél nagyobb egy rovar, annál nagyobb a testfelülete, ám ezzel nem arányos a tömege. A tömegéhez viszonyított testfelülete csökken, ahogyan az az ábrán is látszik. Tehát, ahogyan nő egy rovar, nincsen elég testfelülete, bűre, mert a rovarok a bűrükön keresztül lélegeznek. Ám óriás rovar leletekre bukkantak, mint az itt látható 1,27 méter szárny átmérőjű szitakötő. Milyen lenne, ha egy ilyet ütnél el 110-zel? A motorház tetőddel és a szélvédőddel együtt csatlakozna hozzád az első ülésen. Nagy szitakötőket találtak megkövesedve földünkön. Ma csak 10-12 centire nem túl nagyra nőnek. Az özönvíz előtt hatalmasak voltak, a csótányok manapság elég nagyra nőnek. Tudományos központunkban tartunk néhány madagaszkár sziszegő csótányt. De tudtátok-e, hogy óriás méretű 45 cm-es csótánykövületeket találtak? Ha akkor éltünk volna, a nemzetőrséget kellett volna kihívni, hogy írtsák ki őket a házból. 2,6 méteres óriás százlábú kövületet találtak, és 60 cm-es megkövesedett szöcskét. Az ilyenekből már jól lehet lakni. Találtak óriás pók kövületet, 90 cm-es átmérővel, és 18,3 méteres nádbuzogányt megköveszedve. 2,75 méter magas szamarat is találtak Texasban. A Texasban minden nagyobb. Úriás lajhárok éltek bizonyíthatóan régebben a Földön. Erre azt mondják, hogy több millió évvel ezelőtt, de nem, csupán az özönvíz előtt. 3,7 méter átmérőjű bölény szarvat találtak, 3,7 méter átmérőjű agancsot. Néhány szarvasvadász erre azt gondolja, hű, de jól néznek egy ilyen a falon. Úgy őszintén, hányan próbáltátok lelőni Bambi apukáját? Na, erről van szó. 3,4 méteres kengurút találtak megkövesedve, és egy mini Morris méretű erszényes medvét. Egy 1500 kilós tengeri malac malackövületet találtak. Jó nagy. Négy méteres madarakat találtak. Ez egy elefánt madár tojás. Mögötte egy struc tojás látható, ami szintén hatalmas. Találtak úgynevezett őslibát, amely állva akkora volt, mint most egy elefánt, és fél tonnát nyomott. Elfogadnám vacsorára hálaadáskor. 2,4 méteres megkövesedett hódokat találtak. Itt egy két méteres hód áll Egy két méter hosszú hódot találtak ohio -ban. Végül is, ha nagyobbak voltak a fák az özönvíz előtt, nagyobb hódokra is volt szükség, hogy azokat szétrágják. Mindent egyensúlyban alkotott az Isten. A szalamandrák általában 15-20 cm -esek. Tudjátok, hogy találtak egy két méter hosszú szalamandrát? A nagyobb légnyomás több levegőt vitt be a vízbe, és a halak, melyek a vízben kopoltyúval lélegeznek, a vízbe jutott több levegő miatt nagyobbra tudtak nőni így köbb kilométer eloszva is több hal élt. Ha egy ma élő cápának kb. 1 cm hosszú foga van, az a cápa valószínűleg 1,8 méter hosszú. Tudjátok-e, hogy találtak akkora cápa fogat, amely azt jelzi, hogy a Földön régen 25 méteres cápák éltek? El tudsz képzelni egy 25 méteres cápát? A cápa című filmben egy 7,5 méter hosszú cápa szerepelt. A filmbeli cápa csak csali lehetne mellette. Dr. Bowe piránya halat tart egy megnövelt mágneses mezővel körülvett akváriumban. Csak a mágneses erő megnövelése határozottan jelent valamit, mert az akváriumban felnevelt piránya egy átlagosnak a négyszeresére nőtt. Amikor legyeket tartott egy magas nyomású kamrában, azok az átlagosnál tízszer annyi ideig éltek, csak a légnyomás megnövelésével. Ám ha összetesszük a megnövelt légnyomást, a szürk napsugárzást, és a mágneses mezőt, akkor valószínű valószínűleg édenkerti állapotokat kapunk. Valószínűsíthető, hogy azóta még több dolognak vagyunk hiány. A teknősök is jókora méretet öltöttek, ez egy nagy teknős, a baloldali. Kagylókat találtak három kilométerrel a tengerszint felett. Három és fél méter széles kagylókat. 300 kilogramot nyújtak. Három kilométerrel a tengerszint szint felett az Andokban. A Mount Everest tetején megkövült kagylókra leltek. Ezeknek az az érdekességük, hogy összezáródva vannak megkövesedve. Szeretnék rámutatni arra a tényre, hogy a Monteverest egy kicsit messze esik a tengerpartól, Körülbelül 700 kilométernyire van a tengertől. És a kagylók nem túl jó hegymászok. És ha egy kagyló elpusztul, akkor kinyílik. A tengerparton sétálva kagylóhéjak millióit lehet találni, de összeillőt alig. És csak is élve záródnak össze. Ha elpusztulnak, azonnal kinyílnak. Akkor hogyan kerülhettek megkövült, összezáródott kagylók a Monteverest tetejére? Azt hiszem, volt egy özönvíz. De nem gondolom, hogy ellepte az Everestet, mivel az nem volt ott. A 104. Zsoltárban az áll, hogy a hegyek az özönvíz végén emelkedtek fel. A hegyláncok az özönvíz végén alakultak ki. Valószínű annak eredményeképpen, hogy megnyílt a föld kérge, darabokra hasadt, és a darabok felemelkedtek és mozogtak. De erről majd a hatodik videó szól. A hüllők egyfolytában növekednek, ez tény. A legtöbb hüllő egész életén át növekszik, az emberek növekedése megáll 16-18 éves korukban. Legalábbis hosszában, mert céltében nem mindig. A hüllők növekedése sosem áll meg. Vajon mi történne egy hüllővel, ha betennénk az édenkertjébe, és hagynánk, hogy 900 éven át éljen? Nagyik lenne belőle egy hatalmas gyík. A dinoszauruszok nagyra nő gyíkok, amelyek Ádámmal és Évával együtt éltek az özön előtt. Lehet venni Jackson Kameleont a kis Most képzeld el ugyanezt 15 tonnáson. Valamilyen dinószerű állat lenne. A dinoszaurusz jelentése szörnyű gyík. És a dinoszauruszok az emberekkel együtt éltek, de erről majd a harmadik videó szól bővebben. Dinoszaurusz és emberi csontokat találtak együtt. Dinoszaurusz csontok voltak ugyanabban a kürétekben, mint ezek a megkövült emberi kezek. Dinoszaurusz és emlős állatok csontjait találták együtt. Ezen az Ika kövön egy dinoszauruszon lovagló ember látható. Dr. Bónak van néhány ilyen köve a múzeumában. Nekünk nyolc ilyen kövünk van a múzeumunkban, és ez a legnagyobb gyűjtemény a perui Ika kövekből egész Amerikában. Sok kövön dinoszauruszok láthatóak, de erre majd a harmadik előadás szól. Dinoszaurusz és emberi lábnyomokat találtak együtt a texasi Glen Rose-ban. Ismerem a vele kapcsolatos ellentmondásos nézőpontokat, kritikákat, ötször jártam ott, hogy személyesen utána járjak. Dallastól 45 mérföldre fekszik Glen Rose városka, amin a Paluxi folyó halad keresztül, és a környék mészköves. Ezen a mészkő rétegen átfolyik a folyó. 1907-ben árvíz volt a folyón. A folyó három métert emelkedett kilométerenként, hatalmas árvíz volt. Olyan nagy, hogy leszette a folyó alját, leszakította a mészkő réteget. 60 cm mészkő réteget mosott le. Alatta egy új réteg vált láthatóvá, és amikor leapadt a folyó, több száz dinoszaurusz lábnyomot fedeztek fel rajta. Most úgy hívják, hogy Dinoszaurusz Völgy Nemzeti Park. Van erről egy könyv az asztalon, ha valakit érdekel. Tömböket vágtak ki a lábnyomos mészkőből, és múzeumba szállították őket megőrzés céljából. Az 1930-as években hatalmas tömböket vittek el, és helyeztek dinoszaurusz csontvázak alá. Amit egy gyermek látható, amint egy lábnyomban fürdik. Ám ezen a környéken néhány dinoszaurusz lábnyom mellett emberi lábnyom is látható. Egymás mellett az emberi és dinoszaurusz lábnyom. Erről napokat beszélhetnénk, ezernyi riport készült róla. Néhányan hiszik, néhányan nem. Egy sor emberi lábnyom látható, ami keresztez egy sor dinoszaurusz lábnyomot. Jókora emberi lábnyomok, melyek közül néhányat a dinoszaurusz lábnyomban is megtaláltak. Nos, ha az ember fut az árvíz elől, akkor logikus, hogy a nyomba lép, oda, ahová már lépett valaki. Úgy, mint amikor mély a hó. Azt hiszem, sokan nem jól gondolják. Úgy képzelik, hogy Noé bement a bárkába, elerett az eső, és mindenki meghalt az első tíz percben. Úgy gondolom, hogy hat hónapba is beletelt, míg mindenki elpusztult a földön. Magasan fekvő helyekre futottak, ahogyan a víz egyre emelkedett. Az eső 40 napig esett, de a Biblia arról ad hírt, hogy a víz 150 napig emelkedett. Mert a legtöbb víz a föld kérgéből, a mélység forrásaiból tört elő. Az eső csak nem elhonyagolható volt ahhoz az árhoz képest, ami belülről jött csak nem hat hónapig tartott, míg mindenki elpusztult. Tehát ahogyan az ár közeledett, magasabb helyekre rohantak, és valószínű, hogy harcolniuk kellett ezekért a helyekért, melyek egyre ritkábbak lettek. Ám a lábnyomok méretesek, és kiöntve itt látható egy, ami a Dr. Dino weboldalon is megtekinthető. Egy 64-es méretű emberi lábnyom, ami a képen látható, az egy 55 es cipő. További mészkő réteget leszedve újabb érintetlenül megmaradt lábnyomokat találtak. Az egyik lábnyom Újjánál bemélyedt vonal látszik, ám mellette tisztán kivehetőek a torzulást okozó dilatációs vonalak. Olvastam mindent az erről szóló vitákról, és milyen meg vagyok győződve a következőről. A lábnyomok között 1,82 méteres távolság van. Egy nagy ember tud csak normálisan ekkorát lépni. Az egyik barátom ott volt, amikor a lábnyomokat feltárták. Jelenleg a déli baptista egyház segédpásztóra a Ezt írta. Dr. Hovind, én Glen rose nőttem föl. Ott voltam az ásatáson Karl Bauer. Egy ember lábnyomait követtük dinoszaurusz lábnyomok mellett. Olyannak tűnt, mintha együtt sétáltak volna. Nova csinálta az ásatás filmezését. Egy evolúcionista is ott volt, aki egyfolytában Dr. Bóval vitatkozott. Nova nem sokat vett filmre a nyomokból vagy az ásatásból, de az evolúcionistával interjút készített, aki azt nyilatkozta, hogy ő semmi olyat nem látott, ami ellent mondana az evolúciónak. Azt nem mondta el, hogy nem fordult meg megnézni a nyomokat. Amikor megtaláltuk a nyomokat, és kértük, hogy nézze meg azt felette, hogy nem látja. Háttalált az ásatásnak és a nyomoknak, miközben a fenti állításokat nyilatkozta. Nova tudta, hogy a férfi nem nézte meg a nyomokat, de ezt nem tették be a filmbe. Tudjátok. Nova nyilvánvalóan az evolúció elméletéhez ragaszkodik, és bármit, amit ellentmond az elméletnek, nem teszik adásba. Az elméletet meg kell óvni a kritikától. Valaki azt mondta, ha emberi lábnyomokat találnak, dinoszaurusz lábnyomok mellett az csak annyit bizonyít, hogy volt egy dinoszaurusz, aminek emberi lábai voltak. Hát ez nagyon értelmes. Itt egy másik példa arra, hogy az evolúció elmélete akadályozza a kutatást. A kreacionisták azt állítják, hogy az ember és a dinoszaurusz egy időben éltek. Ha ez a jelentős állítás igaz lenne, akkor felfedezőinek neve viharként csöpörne végig, mint akik a 20. század legjelentősebb felfedezését tették. Ha nem akadályozná meg ezt a média, akkor ez így is lenne. Találtak egy megkövesedett ember által készített kalapácsot. Azt mondják, hogy nem használtak vasat az özönvíz előtt. Dehogy nem a Bibliában az áll, hogy Tubalkain réz és vasszer volt. Van egy másolat erről a kalapácsról, ami a honlapomon a katalógusból megrendelhető. Ezt a csengőt egy kőszintömben találták. Ismerték a vasat és a fémeket az özönvíz előtt. Nagyon okosak voltak. A gyerekeiteknek azt tanítják, hogy a földtörténeti rétegek a föld korát mutatják, és a szén a karbonkorban képződött. Ez hazugság. A szén az özönvízkor jött létre, mikor az előző világot eltemette. Találtak egy arany nyakláncot egy kőszintömben, 1891-ben illinois Ezt a vasedényt is egy széntömben találták. Ezt egy kőbe ágyazódott ezüst edényt 600 millió évesnek tartják. Itt az idaho Nampában találták meg az úgynevezett Nampa képet. Egy kút ásatásakor 100 méter mélyen találtak egy agyagbabát. Valószínű, hogy az özönvíz Ezt az akkumulátorszerűséget Irakban találták, és 2000 év körüli. Már régen ismert a fizikát. Az egyiptomiak ismerték az elektromosságot. Elemet, akkumulátort készítettek. Tudták, hogy hogyan lehet elektromossággal fénybevonatot készíteni. Munkások, emberi csontokat és jól megmunkált réz nyílfejet találtak egy ezüst érben. Fejlett kőeszközöket találtak egy aranybányában Kaliforniában. Bányajáratokat váltak vastag, érintetlen lávaréteg alatt, mely úgymond 55 millió éves volt, és emberi eszközöket találtak benne. A kaliforniai leletek egyik legnagyobb kritikusa, Holmes professzora, a Smithsonian intézetből ezt írja. Ha Whitney professzor megfelelően értékelte volna az evolúció történetét, vonakodott volna közzétenni azon következtetéseket, melyek nincsenek összhangban ama jelentős bizonyosságokkal, melyekkel szembeszállt. Ezzel azt akarja mondani, hogy nem szabad olyan dolgokat nyilvánosságra hozni, amelyek ellentmondanak az evolúciónak. Ezt mondta? Pontosan ezt mondja. Vannak olyanok, akik annyira elkötelezték magukat az evolúció buta elmélete mellett, hogy kitörölnek mindent az elméjből, és ha lehet nyomtatásból is, ami annak ellentmond. Vallásos hévvel védik az elméletet. A Smithsonian Intézet nagyban felelős azért, hogy az evolúció ellen szóló bizonyítékokat elrejtette. 1950-ben Thomas Lee a Kanadai Nemzeti Múzeumból fejlett kőszer számokat talált üledékes kőzetben. Csak az volt a gond, hogy az üledékes kőzet korát 65 és 120 ezer év közt határozták meg, ami túl régi ahhoz, hogy Kanadában emberi életről lehessen beszélni. A múzeum igazgatóját kirúgták, mert nem volt hajlandó kirúgni azt, aki a felfedezést tette. Több tonna régészeti emberi alkotás tűnt el a múzeum raktárában a felfedezést el kellett tusolni. Nem találhatsz olyat, ami az elméletünk ellen szól, mert az összes könyvünk arról szól, hogy milyen csodálatos ez az elmélet. Nem írhatjuk újra az összes könyvet, ezért ki vagy rúgva. Ezt az érmét egy kútfúró találta Ilinoában, több mint 30 méter mélyen. Soha nem analizálták. Az özönvíz betemette azt a világot. Isten az özönvíz előtt nem csak azt mondta meg az embereknek, hogy mit tegyenek és hogyan éljenek, hanem azt is, hogy mit tegyenek. Megadta a tökéletes étrendet. Isten ezt mondta. Egyétek a növényeket, a zöldségeket, a gyümölcsöket és a magvakat. Egy Mózes 1.29. Nem éppen ezt tesszük. Hamburger teszünk sült krumplival és kólát. Isten azt mondta, hogy együk a gyümölcsöket, zöldségeket és magvakat. Amikor gyümölcsöt eszel, edd meg a magját is. Mikor barackot eszel, edd meg a magját is. Tehát az kemény. Bonts fel kalapáccsal, a mag benne van a héjában. Van egy jó könyv. Az egyik előadásom után egy hölgy annyira belelkesedett, hogy könyvet írt az édenkerti táplálkozásról. Édeni étrend címmel, mert az teljesen forradalmasította az egészségét és szépségét. Tehát meg kell enni a magot is természetesen csak a biógyümölcsöt. A magvakban van egy keserű anyag, a cián, ami úgy összeráncolja az arcot, hogy az másfél óráig úgy marad. Néhány régi motoros rám néz. Ránc, ránc, mi is az? Jaj, pedig tudtam. Apám szerint, amikor idősen puszit akarunk adni a feleségünknek, már félúton kimegy a fejünkből, hogy hová is indultunk. Ezek a magvak tartalmaznak egy vitamint, a B17 vitamint, ami félig ciánid. Jó, ez méreg, de nem az. A hidrogén robbanékony. A Hindenburgon utazók jól tudják, az oxigén pedig táplálja az égést. Ki az, aki épp hidrogént és oxigént tesz a tűzre, hogy azt kioltsa? A Föld minden tűzoltója. Mi lesz, ha az oxigén egyesül a hidrogénnel? Víz. A nátrium mérgező. A klór mérgező, de ha egyesítjük őket, só lesz belőlük, ami nagyon jó. Tehát a magvakban lévő cián egyesül a benzaldehiddel. Mindkettő méreg, de együtt ártalmatlanok. Egészen addig, amíg egy rákos sejtben nem botlanak. Van erről egy könyv is. A világ rák nélkül. Sok honlap szól erről a témáról, saját honlapomon, a drdino.com-on is szó esik róla. Észak-Pakisztánban él egy törzs, a hunzák. A hunzák soha nem rákosak. Amikor a törzset először felfedezték, az átlag életkoruk 160 év volt. A Himaláják egyik völgyében élnek. Innen ered a Sangralai legendája. Hányan hallottatok a völgyről, ahol örökké lehet élni? Nos, nem örökké, de elég sokáig élnek. A hunzák kedvenc étele a sárga barack magja. Most átlagosan 90 évig élnek, túl sok kapcsolatuk lett a kinti világgal. Ők a sárga barack magjából olajat préselnek. A nők ezzel kenik magukat, és nem ráncosodnak igazán csinosak 70-80 éves korukban. A hunzák úgy eszik a sárga barack magját, mint mi a mogyorót, a kedvencük és sose lesznek rákosak. Tudjátok-e, hogy azoknál az embereknél, akik étrendi terápiát alkalmaznak a rákkal szemben, nagyobb a túlélés aránya? Persze nem mindenki marad életben, de tízszer akkor az esély, mint a hagyományos terápiák esetében. Sok jó könyv szól erről. Jason Vale azt tanítja, hogy sárga barackmagot magot kell enni a rákból való gyógyuláshoz. Azt írja, hogy a rák nem tud megmaradni annak a testében, aki sárga barackmagot magot eszik. Jason vale csak tanácsolt az embereknek, hogy egyenek sárga barackmagot, és börtönbe került. Még mindig ott van. Mindez azért, mert az élelmiszer minőség ellenőrzési hatóság azt akarja, hogy az emberek gyógyszert szedjenek, ne pedig sárga barackmagot, mert azt nem tudják a kezükben tartani, nem lesz belőle pénz. Minden a pénzhez vezethető vissza. Mindig csak a sárga rudakkal kövezett utat kövezd. Éveken keresztül a matrózok egy szörnyű betegség a skorbut áldozatai lettek. A brit tengerészetnél egy millió matróz halt meg skorbutban. Tudjátok, hogy mi a skorbut ellen ellenszere? A C-vitamin. Nem tudtak semmit a vitamin C-ről, csak azt, hogy ha citromot esznek, akkor nem kapják el a betegséget. A mai napig is sok betegségnek vitamin hiány az oka. Nem attól halsz meg, amit eszel, hanem attól, amit nem. Ha nem eszel elég B-vitamint, akkor olyan betegséget kaphatsz, mint a beriberi, pellagra, rickets. Ezek vitamin hiány miatt lépnek fel. A Bibliában az áll, hogy Isten a növényeket az ember szolgálatára adta, a kenyeret pedig, hogy erősítse a szívet. Tudtátok, hogy régebben a kenyér erősítette a szívet? De azt se felejtjétek, hogy a pénz szerelme minden rossz gyökere. Évekkel ezelőtt rájöttek, ha kiveszik a búzából az E-vitamint, a lecitint és az omega-3 zsírsavat, és a kenyeret fehér lisztből készítik, akkor a kenyér hónapokig eltartható. De az emberek kezdtek meghalni szívrohamban, agyvérzésben és keringési zavarok miatt. Egyszerű a képlet. Ha a fehér kenyeret falod, hamarabb leszel halott. Nem a fehér kenyér miatt halsz meg, hanem amiatt, amit nem tesznek bele. Isten azért adta a kenyeret, hogy erősítse a szívet. Tudjátok, beszélnünk a mindennapi kenyerünk. Ám akik a kenyeret gyártják, belefáradtak abba, hogy a fele a nyakukon marad, ezért ki kellett, hogy találjanak valamit azért, hogy több legyen a profit. Minden a pénzhez vezet. Csak kövesd a sárga kövekkel kövezett utat. Van két egészségelmélet. Az egyik az evolúción alapul. Ez szerint a tested vegyületek találomra összeállt egésze, mely évmilliók során véletlenül alakult ki. Ezért a betegséget vegyi anyaggal kell kezelni. Ez a gyógyszeres kezelés. Ha fáj a fejed, szólsz az orvosnak, aki felír egy aspirin. De várjunk csak egy kicsit. Mi okozza a fejfájást? Az aspirin hiánya okozta a fejfájást? Aspirin hiányban szenvedsz? Nem az van, hogy a tünetet kezeled az ok helyett? Gondolkodj jelezen. Ha vezetsz és a műszerfalon kigyullad az olajszint jelző lámpa, két dolgot tehetsz. Megkeresed a problémát és megjavítod, vagy kiegytaktod a lámpát. Butaság lenne kiiktatni a jelző lámpát, mondod. Hát persze, hogy az lenne. Nem a lámpa a baj, az csak jelzi a bajt. És ha hiszed, hanem nem a fejfájás a bajod neked sem. A fejfájás csak jelzi a bajt. Magnézium vagy fehérje hiány, nem tudom. De a legtöbb mai gyógyszer csak a jelzőlámpát húzza ki, és nem a bajt orvosolja. Csak a tüneteket szünteti meg. Valóban, néha ez is fontos. Nem vagyok az orvosság ellensége, de megmondom, miről van szó. A gyógyszergyárak nem keresnek pénzt, ha egészséges vagy. Ha, és a pénzszerelme minden rossz gyökere. A legtöbb betegség, hiánybetegség. Hiány egy vitaminnak, ásványanyagnak vagy olajnak. 16 vitamin, 60 ásványi anyag, és három olaj az, amire a szervezetnek minden nap szüksége van. Van egy jó könyv, barátom Bill sardi tollából. A gyógyítás hatalma, Isten hatalma van kint az asztalon, de rendelni is lehet. Itt van egy másik. Az egészség és hosszú élet receptje a Bibliában. Ez is Bill És még mielőtt örülsz, hogy fluor tesznek a vizetbe, olvasd el a róla szóló igazságot, hogy az valóban milyen veszélyeket rejt. 1845-ben egy bécsi orvos megrémített a tény, hogy a kórházban szülő asszonyok 30%-a meghalt. 30 ez az orvos észrevette, hogy halott emberek megvizsgálása után az orvosok kézmosás nélkül vizsgálták meg a szülőanyákat. Akkoriban nem ismerték a mikróbákat. Szemülvejsz doktor ragaszkodott ahhoz, hogy az ő kórházában az orvosok mossanak kezet egy hulla megvizsgálása után. A halálesetek száma 2%-ra csökkent. Tudja valaki, hogy mi történt Weiss doktorral nagy felfedezése után? Kirúgták. Zsinorban három kórház kirúgta, végül elmegyógyintézetbe zárták, ahol az egyik ápolt megölte. Csak azért, mert ragaszkodott a kézmosáshoz. Három ezer évvel korábban, Mózes harmadik könyvében, Isten megmondta Mózesnek, hogy mondd meg a népnek, ha halott emberhez érnek, akkor tisztátalanná lesznek, és meg kell mosniuk kezüket és testüket. Isten ezt megmondta 3000 évvel ezelőtt, hogy erre a tudomány rájött. A másik egészségi elmélet a teremtésen alapul, mely szerint Isten tervezte a testünket és megadta nekünk a táplálékot, amire szükségünk van. Vitaminokat, ásványi anyagokat, stb. Ez a táplálkozás kezelés. Erről részletesebben majd a Biblia és Egészségünk című videóban lesz szó. Évente a száma azoknak, akik azért halnak meg, mert gyógyfüveket szednek, nulla. Minden évben átlag három ember hal meg vitaminok szedése miatt. Évente átlag 320 ember hal meg vén nélkül kapható gyógyszerek túlzott szedése miatt. Kb. 9000-en halnak meg étel okozta betegségben, és minden évben 90 és 110 ezer közt van azoknak a száma, akik helyesen felírt gyógyszer miatt halnak meg. Ebben nincs benne azok száma, akik a helytelenül felírtak miatt haltak meg. Ezeket felírták, az emberek beszették, és meghaltak tőlük. Kétszer annyi ez a szám, mint a vietnámi háború áldozatainak száma tíz év alatt ennyien halnak meg évente a helyesen felírt gyógyszerektől. Ez két különböző kormányzási filozófia. Bővebben majd az ötödik videóban lesz róla szó. Az egyik az evolúcióra alapul, melyben a törvények az emberek elképzeléseiből származnak, a jogokat a kormány biztosítja, és a kormány a mindenható gondoskodó. Ezt demokráciának hívják. A demokrácia a kormányzás veszélyes módja, mindig diktatúrává válik. Nos, Amerikában az egészségügyi problémák 70-80%-át az emberek saját maguk okozzák Maguknak. Ha drogozni és alkoholizálni akarsz, az a te dolgod, de ha velem akarod kifizettetni, ha belebetegszel, az már engem is éri. 16 éven keresztül nem volt egészségbiztosításom, nekem kell vigyáznom a saját egészségemre, ebben a testben kell leélnem az életem hátralevő részét nincsen. Nem is akarom, hogy legyen. Sok munkatársunk van a szolgálatban, nekik sem juttatunk egészségügyi biztosítást. Nem veszem meg magamnak, nem veszem meg másoknak sem. Azt mondjuk az embereknek, tudod mit? Vigyázz a saját egészségedre, úgy jóval olcsó. Csomó pénzt megspórolsz, ha nem teszel egészségkárosító dolgokat. Vigyázz magadra. Ha központilag gondoskodnak az egészségedről, akkor miért nem gondoskodnak központilag az autóbiztosításodról is? Úgy értem, ha belerohansz az autótól egy fába, a kormány majd vesz neked egy új autót. Beletoladsz egy másik autóba, semmi gond, majd a kormány gondoskodik róla, akkor miért nem gondoskodnak államilag a házainkról is? Tudjátok, ha volt valaha a tulajdonotokban egy ház, és kiadtátok valakinek bérbe, akkor megértitek. Hányan tudjátok, hogy miről beszélek? A bérlők egyszerűen nem úgy állnak a dolgokhoz, mint a tulajdonosok. Nem így van? És amikor a te felelősséged, hogy vigyázz az egészségedre, akkor vigyázni is fogsz rá. És ha te vetted az autót, nem fogsz nevetve egy fának hajtani. Sírsz, ha a fának mentél. A másik kormányzási filozófia a teremtésen alapul. Viszont a törvények a teremtőtől származnak. A jogok elidegeníthetetlenek, és a kormány korlátozott. Ez a köztársaság. Az első Mózes 1.30-ban Isten ezt mondja. Minden földi állatnak, madárnak és csúszómászónak eledelül adok minden zöld növényt. Ezek szerint minden élő teremtmény növényt evett a vízözön előtt? Pontosan így van. De Ovin, oh, testvér, nézze meg azokat a fogakat, ez egy húsevő? Nem, ez egy panta. Tudjátok, hogy az éles fogak nem a húsevést jelzik? Van egy szarvas Kínában, amit vízszarvasnak hívnak. A neten meg lehet nézni. Vízszarvas. Olyan fogai vannak, mint a kartfogú tigrisnek. A kartfogakat látva mondhatod, ó, ez húsevő. Nem, növényevő. És az ott? Nézd csak az éles fogait, az egy húsevő, de nem, ez egy gyümölcs denevér. És az ott? Az már húsevő. Nem, ez egy növényevő majom. Volt egy oroszlán, amelyik nem volt hajlandó húst tenni egész életében. 11 évet élt, és a filmekben szereplőként használták. Végül egy filmdíszlet okozta balesetben pusztult el. Nem volt hajlandó semmilyen húst sem enni. Az özönvíz után, első Mózes 9, Isten megáldja Noét és fiait mondván. Menjetek és legyen sok gyermeketek. Hát, lett is nekik. Itt vagyunk. Féljen és rettegjen tőletek minden földi állat. Tudjátok, mi volt az első változás az özönvíz után? Az állatok kezdtek félni az emberektől. Előtte nem féltek, most pedig igen. A második változás az özönvíz után, Isten szólt, Noé, minden, ami mozog és él, legyen a ti eledeletek. Most már ehettek húst. Az állatok szenvednek, hogy mi húst tehessünk. Ennek ellenére teljesen helyén való dolog húst tenni. Ám az Isten egy tökéletes virágot teremtett, amit az ember tönkretett. Az ember hozta a halált és a bűnt a világra. Pál ezt írja. Mert úgy vélem, hogy a jelen szenvedései, van ma szenvedés a világban? Rengeteg. A világ nyög, vajúdik, fájdalmai van. Charlie Darwin így írt. Zavarban vagyok, nem állt szándékomban ateista módon írni, de annyi nyomorúság van a világon. Charlie nem értette, hogy miért teremtette Isten a világot szenvedéssel. Charlie, Isten nem szenvedéssel telít teremtette a világot. De Charlie Darwin a következőképpen gondolkodott: A természet harcából, az éjségből és a halálból a legmagasztosabb dolog, aminek a felfogására képesek vagyunk. Várjunk csak, csak nem azt akarod mondani, Charlie, hogy a háború, az éjség és a halál az, ami felmagasztal minket egy magasabb szintre? De pontosan ezt mondja. És az evolúció pontosan ezt tanítja ma is. Nem változott. A halál az evolúcionista cselekményének a hőse. A Biblia azt mondja, hogy Isten egy tökéletes világot alkotott, az ember pedig tönkretette. Egy ember által jött a bűn a világba, és a halál a bűn által. Ádám hibája volt. A gyártósorról nem roncs autó kerül ki. Csak küldje egy ilyen képet a gyártóhoz reklamálva, hogy miért ilyen autót gyártott. Nem ilyen volt, amikor kijött a gyárból. Ma barátaim egy roncstelepen élünk. Szeretek a földön élni és Knoxville egy szép hely, de biztosan mondhatom, hogy mindez semmi ahhoz képest, amit Ádám és Éva láttak. Ez egy roncstelep de Isten helyre tudja állítani. Egy napon, a farkas a bárányal lakik, a párduc a gödőjével hever, a borjú az oroszlán és a hízott marha együtt lesznek, és egy kisgyerek terelgeti őket. Egy kis gyerek tud egy pár tucat és egy oroszlán terelgetni. Nézd, mami, milyen nagy kis cicát találtam, megtarthatom? Persze, kicsim, csak tedd be az udvarba és adj neki egy kis füvet. Erre mondhatod, hogy az oroszlánok nem esznek füvet, de egy nap majd fognak. Az oroszlán pedig szalmát eszik, mint a marha. Egy kanadai férfi küldött nekem egy videóklipet, amin az látszik, ahogy a medvék füvet esznek az udvarában két egész órán át. Semmi más, csak füvet. A Biblia azt mondja, hogy a legfiatalabb is száz éves korban hal meg. És Krisztussal együtt uralkodunk ezer éven keresztül. Nincs elég írás ahhoz, hogy tantételként kimondhassuk, de úgy tűnik, hogy ezután, a kor után ezer év következik, ahol az üdvösséget nyert emberek élni fognak. Ezer éven át. És minden vissza lesz állítva az édenkerti körülményekre. Gyerekek, tarthattok majd élő dinoszauruszt házi kedvencként. Király lesz majd majd aztán Isten új eget és új földet fog teremteni. Ézsajás 65, 2 Péter 3, új egek, új föld, jelenések 21, új, új föld. El sem tudjuk képzelni, hogy milyen lesz majd. Én sem. A Biblia szerint, amit szem nem látott, amit fül nem hallott, és ember szíve meg sem sejtett, azt készítette el az Isten az őt szeretőknek. Isten olyan dolgokat készített el az ő gyermekeinek, amit még kigondolni sem tudunk. Most adok egy dolgot, amin próbáljunk meg gondolkodni, aztán befejezzük. Ez itt az elektromágneses spektrum. Tanítottam fizikát. Ebben a spektrumban benne van az összes létező hullámhoz. Rádióhullám, mikrohullám és egy picike rész, a fény. A fény spektrum. Piros, narancs, sárga, zöld, kék és lila. A szemünk látja ezeket a színeket, de ez csupán egy aprócska része egy hatalmas spektrumnak. Tegyük fel, hogy Istentől új szemeket kapunk, amikor a mennybe jutunk, és képesek leszünk látni az egész spektrumot. Ez egészen új színeket jelent. Nem ezeknek a színeknek új árnyalatait, hanem teljesen új színeket. Ezért kell a mennynek olyan hatalmasnak lennie, hogy beleférjenek az asszonyok ruhás szekrényei. A feleségem majd kérdi, drágám, ez élik ehhez? Én erre édesem, ezt még a földön sem tudtam megmondani. Meg kell számoznia, hogy melyik nyakkendő melyik öltönyömhöz, mert én nem tudom, hogy mi illik mihez. Most ezt nem is érdekel. Csak egyszerűen fel akarok öltözni, csak tedd elém. Más is van így ezzel, Olyan anyukád hogy a feleséged mondja. Ez nem illik hozzá, és azt honnan tudjam, hol van ez megírva. Most, tegyük fel, hogy a mennyben vagyunk, és Isten új szemeket ad, hogy láthassuk az egész spektrumot. És látjuk, ahogyan a hangszerekből kijönnek a hangok. Most csak hallani tudjuk, milyen lesz, amikor láthatjuk is, vagy érezhetjük az illatát. Szűkített cédúr újra. Mi van akkor? Ha új füleket kapunk, és hallhatjuk az egész spektrumot. Ha halljuk a színeket. Vagy ha érezzük az illatukat, vagy az ízüket. Ké, föncsi. Csak öt érzékszervünk van, de lehet, hogy több van. De ha Isten csak ezt az ötöt kiterjeszti a maximumra, akkor is egy örök életen át a mennyben sétálva rácsodálkozunk a dolgokra. Wow! Érzed a szagát? Ezt nézd! Az első számítógépem egy IBM XT 8088 4,77 mhz volt. Amikor le akartam tölteni vele egy programot, közben akár ebédelni is elmehettem, mert beletelt neki egy kis időbe. Hányotoknak van, volt ilyen régi gépe? Feltuningoltuk a mostani gépemet, ami most egy Pentium 4-es, 4,4 GHz-es, 60 gigás merevlemez, 2 giga RAM. Ugyanazok a programok futnak rajta, de jóval gyorsabban és színes. Ezt hívják a rendszer fejlesztésének. Tudod, ha most szeretsz a testedben élni ennek a világnak a látványával, ízével és hangjaival, mi lesz akkor, ha mennybe Az a rendszerfejlesztés, amin át fogsz menni, eszméletlen lesz. A kérdés csak az, hogy oda mész-e. Pál írja, ismerek egy embert a Krisztusban, aki 14 évvel ezelőtt elragadtatott a harmadik égig. Azt hiszem, itt magáról beszél. Azt hiszem, meghalt és eljutott a harmadik égig, és kimondhatatlan dolgokat hallott. Még csak el se lehet magyarázni. El lehet-e magyarázni egy vaknak, hogy milyenek a színek? Próbál csak meg. El lehet-e magyarázni egy süketnek, hogy milyenek a hangok? Próbál csak meg. El lehet-e magyarázni egy földi halandónak, hogy milyen a menny? Nem lehet. Nem értenénk. Meghaladja a képességeinket. De miután Pál visszatért a földre, alig várta, hogy visszamehessen a mennybe. A Filipi levélben azt írja, hogy vágyódom elköltözni és Krisztussal lenni, de miattatok nagyobb szükség van arra, hogy életben maradjak, pál prédikált, és mikor azt mondták neki, hogy megölik, ha nem hagyja abba, pál erre így reagált. Igazán? Csak lőjetek, hadd menjek, alig várta, hogy mehessen. És te? készen vagy arra, hogy menjél? Isten teremtette a világot, az az övé. Ő adja a törvényeket, amit minnyájan megszektünk. Megmondta, hogy ne tanúskodj hamisan, ne hazudj, de minnyájan hazudunk. Mondta, hogy ne lopj, de mindannyian lopunk. És ez csak tíz. Több mint 600 törvény van az Új Testamentumban. Megszektük ezeket a törvényeket. Bűnösök vagyunk, és meg leszünk büntetve. Vagy találnunk kell valakit, aki helyettesít és itt jön a képbe Jézus. Ő hajlandó téged helyettesíteni a bűneidért. 1969. február 9-én azt mondtam, Uram, én bűnös vagyok, és megérdemlem, hogy egyenesen a pokóra jussak, de hiszem, hogy meghaltál helyettem, és kérlek, hogy bocsáss meg nekem. Kérlek, hogy fizest ki bűneim árát. Megszektem a törvényeidet, és reménytelenül elvesztem. Kérlek, ments meg! Biblia azt mondja, hogy bárki, aki segítségül hívja az Úr nevét, üdvözül. Róma 10.13. Így aznap segítségül hívtam az urat. Neki adtam a szívemet, és ő megmentett. És ha ma meghalok, akkor a mennybe kerülök. Nem azért, mert jó vagyok. vicces. Ha azt kapom, amit érdemlek, bajban vagyok, és te is. A prédikátor a diakónussal imádkozott, és egyszerre csak felpattant, és végigrohant a sorok között ki az udvar. Valaki megállította. Prédikátor, hova rohan? Csak el innen felelte. De miért? Ott imádkoztam a diakónusra. Igen, és? A diakonus azt imádkozta, hogy Uram, add meg nekem, amit megérdemlek. Én aztán nem akarok a közelében lenni, amikor megkapja. Tudjátok, én sem akarom megkapni, amit megérdemlek. Isten kegyelmére van szükségem. Neked megvan. Ha ma meghalnál, hova kerülni? Dohányzó vagy nem dohányzó? Elég hosszú ideig halott leszel, jobb, ha elgondolkodsz ezen. Ha pedig üdvösséged van, mi az, amit az Úrért teszel? Gyerekek, most ne figyeljetek, úgy sem De szülők, ti érteni fogjátok. Anyu kimossa a ruhákat, megszárítja, összehajtogatja őket, és oda teszi őket a gyerek hálószobája elé. Jön a gyerek, és még csak nem is látta a kupaculhát. Hányan tudjátok, hogy miről beszélek? Látod a ruhákat? Ha? Azt hiszem, Isten a mennyből sokszor így tekint a gyermekeire. Hát nem látod, mit kéne tenned? Hello? Csinálj már valamit, vagy egy szórólapot. Segíts valakinek megtérni. Csinálj valamit. Te mit teszel az Úrért? Remélem, élvezted ezt a sorozatot a teremtésről, evolúcióról. Csak egy dolog fontos abban, hogy megtudjuk az igazságot a tudományról, és pedig az, hogy a mennybe kerülsz-e, vagy sem. Ha még nem ismered Krisztust, mint megváltódott, hadd magyarázzam el, mit kell tenned, hogy a mennybe juss. A Biblia azt mondja, hogy minnyáján bűnösök vagyunk. Minnyáján megszektük Isten törvényeit. Az emberek szemében néhányan rosszabbak, mint mások, de a Biblia azt mondja, hogy minnyájunknak meg kell bánnunk a bűneinket. Ez fordulást jelent. Elfordulást a bűnöktől és odafordulást Istenhez. A Bibliában, a rómaiakhoz írt levél harmadik részében, a 23. versben ez áll minnyájan vétkeztek és szűkölködnek Isten dicsősége nélkül. Megérdemeljük, hogy meghalljunk és a pokolba kerüljünk a bűneink miatt. De Jézus meghalt helyetted. Szeret, és azt akarja, hogy a mennybe kerül, és bárki, aki kéri tőle az üdvösséget, annak ő megadja az örök életet. Ingyenes ajándék ez. A Róma 10.13-ban az áll, hogy bárki, aki segítségül hívja az Úr nevét, üdvözül. Ha most egyszerűen hívod és elmondod, Uram, bűnös vagyok, bocsáss meg, ő megteszi. Kérd tőle, mert örök életet ad neked ingyen. Kérlek, imádkozz velem, ha szeretnéd Krisztust elfogadni megváltódnak. Nincsenek varázsszavak. Isten a szívedet nézi. Drága Úr Jézus, tudom, hogy bűnös vagyok, megszektem a törvényeidet. Bocsáss meg, kérlek, most el a bűneimet, és vigyél a mennybe. Jézus nevében. Amen. A Biblia azt mondja, hogy aki az Úr nevét segítségül hívja, üdvözül. Ezért, ha kérted az Urat, ő üdvösséget adott neked. Olvasd a Bibliát, imádkozzál, és járj egy jó Biblia hívő közösségbe. For more information on other materials offered by Creation Science Evangelism, call us at 850 479 DINO. That's 850 479 3466. Or visit us online at www.drdino.com. That's www.drdino.com.